Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, ilyen nagy számba eljöttünk. Ez a közmaghallgatásunk nem szokott ilyen tömegre lenni. Két örömmel láttam, hogy ilyen nagy érdeklődés. És hát ez valóban a téma fontosságával tekintettel talán nem volt is. Nem, napi rend előtt nem semmit, jövő héten lesz testületi ülés. Jó, ha ezt kapcsolódik, lehet. De egyébként a jövő héten lesz csütörtökön testületi ülés, majd akkor napi rend előtt, aki akar. Amit nem tiltatom meg, mert rendeskedő ülés volt, és nem volt ülés. Köszönöm szépen, hogy a pályázók kijelölését végző ideiglenes bírálóbizottság döntését követően olyan új információk merültek fel, amelyek a bizottság által, amely nem volt birtokában ezeknek még, a kiválasztott egyik jelölt, dr. Bogdáné Csere Erzsébet pályázó gazdasági szakmai műtjára foglalkoznak. Majd mikor meghallgatjuk őt, akkor minek után a referenciák között ezek az információk nem szerepeltek, viszont vonatkoznak a tárgyra. Nem gondolnám, hogy ezt most kellene elmondani, meg fogjuk hallgatni a jelöltet, akkor ezt el lehet majd mondani. És akkor én napirendelőn testük... szeretném bemutatni a televíziónak azt a három oldalas anyagot, amelyet a cég figyelő révén találtunk meg. Ezek Cser Erzsébet céghálójára vonatkoznak, a piros jelzések azok a csődeljárás alatt álló cégeket jelentik, a rózsaszínek pedig a már megszüntetetteket. Három oldal. Ehhez hozzá lehet férni az Opten cégfigyelő oldalán. Én nagyon örülök, hogyha erről a hölgy majd a beszámolójában beszél, mert ez a pályázatából hiányzott. Majd akkor fog, ez egy kérdés, azért mondom, hogy teljesen felséges volt erre elém menni, mert úgyis meg fogjuk hallgatni a hölgyet, és akkor meghallgatjuk, akkor el fog ezt a kérdést fel lehet tenni, és nyilván válaszolni fog rá. Jó? Köszönöm. Tehát akkor felteszem a szavazást, hogy elfogadja el a testület ezt az egyetlen egy napi rendet, amely a igazgató választásról szól. Jó, akkor hét igen, egy hangú. Most először ugye, hogy a kicsit a szabályokat szerintem nem árt ezeket kornálon tartani, akkor elsőként azt kellene eldöntenünk, hogy én szeretném azt, mert ugye nem szeretem sehol sem, hogy egy hozzászólást 3 percben korlátoznánk. Kivételesen a jelenlegi ülésre vonatkozóan. Hogyha ezzel egyetértenek a képviselőtársaim. A képviselő, bocsánat. Képviselő és a hozzászóló is a közönségből. Most összefoglalom. Jó? Te 3 percben el lehet mondani, és feleslegesen nem. Természetesen a bemutatkozás ez nem vonatkozik. Hát, hogyha kérdezünk, és hogyha a bemutatkozó akar, nyilván nem tud 3 percben válaszolni, vagy olyan kérdést teszünk fel, akkor ő mondhatja hosszabban is. De a hozzászólásokat azokat szeretném, hogyha a 3 percben vonatkozik. Aki ezzel egyetért. Két igen, egy kérdezik. Jó, a következő pedig az, hogy én javaslatot teszek, dönthet máshogy a testület, hogy a szavazás az titkos legyen. Lehet máshogy dönteni. Titkosan lesz. Írásban. Jó, de mi a rend? A rend az az lesz, hogy a 3 év felre sorolva, és a 3 év mellé az, aki tehát egyet kell megjelölni, akit ő szeretne az illető képviselő tandíthatóan. Egyetlen egyet, nem hármat, egyet. Igen? Én pedig kifejezetten kérem, hogy legyen nyilván. Jó, hát akkor ezt megszavaztatjuk. Akkor fölteszem azt, hogy aki azt szeretné, hogy írásos és olyan módon, ahogy mondtam, így történjék a szavazás, az tegye fel a kezét. Jó, akkor András? Jó, akkor 3 igen, és aki nyílt szavazást szeretne? És akkor valaki tartózkodott? Igen. Nem, én szavaztam, én azt mondtam, hogy 4 igen volt. Akkor 4 igen volt. Akkor 4 igen volt. Akkor én nem láttam ott a... Jó, tehát 4 igen szavazattal, akkor titkos szavazás lesz. Jó. Akkor mi azt kellene eldöntenünk, hogy ne legyen itt
részleállásról szó, hogy milyen sorrendben fogjuk a jelölteket meghívni. Ezt úgy gondoltuk, hogy sorsolással fogjuk eldönteni. Jó, aki ezzel egyetért, hogy ugye így döntsük el. Mondom, ez nem probléma. Jó, akkor az két igen. És akkor, miután a tipkosszavazás mellett döntöttünk, meg kéne választanunk három darab szavazatszámláló tagot a testületből, aki ugye összesíteni fogja a szavazatokat. Jó, akkor Jerzy asszony, Évi jelentkezett. Jó, akkor ez megvan. Tehát aki következő lesznek, tehát a Rákéva, a Csepoás Gabriela és a Jerzy asszony. Ez elegyébként lesz. Jó. Tehát, okay. Igen. Jó. Akkor tulajdonképpen én úgy gondoltam, hogy úgy csinálnánk ezt, hogy most előzetesen az András elmondja, hogy hogy zajlott ez az egész dolog. Ő volt a bizottságnak ugye az elnöke, én ebben a bizottságban nem vettem részt, mondom, mindenki tudja, és hogy hogyan zajlott ez a, és hogy született meg ez az eredmény. Köszönöm szó, polgármester úr. Először is szeretném megköszönni az Édes Bizottság nevében is Tucol Attilának a 7 éves munkáját, illetve azt, hogy a jelöltek tájékoztatás alapján mindenkinek megfelelő, aki hozzáfordult, megfelelő és elegendő tájékoztatás nyújtott. Egyrészt, másrészt még szeretném megköszönni a bizottság munkáját, a 9 főnek a munkáját, akik ugye 3 héten keresztül jelentős energiát és időt fektettek arra, hogy a lehető legmegfelelőbb személyeket tájuk a testület elé. 9 főt választott a képviselőtestület 3 héttel ezelőtt azért, hogy a 26 jelentkező közül kiválassza a 3 által legalkalmasabbnak tűnő személyt. Ezt 4 éjszakában nyúló bizottsági ülésén, illetve számos e-mail, illetve egyéb úton való egyeztetést követően meg is tette, tehát a bizottság elvégezte a beálló feladatot. A 26 jelöltből 20 jelölt került be a bizottság elé, 6 jelöltet a jegyzőasszony valami fajta hiányosság vagy formai követelmény miatt kizárt a pályázatból, a 20 jelölt anyagát a bizottság átvizsgálta, majd pedig közös szavazás után 8 személyt találtunk arra alkalmasnak, hogy személyesen is meghallgassuk őket. A 8 jelöltet meghallgatta a bizottság, és ebből 5 személyt tartott arra alkalmasnak, hogy esetlegesen a strandigazgatói pozíciót betöltse, de mivel a testület számára 3 jelölt volt kitűzve feladat és célként, ezért az 5 jelöltet erős sorrendbe helyezte, és így az első 3 helyen szereplő jelöltet jelezte, hogy szeretné a testület számára meghallgatásra javasolni. Ezt követően, ez hétfőn történt, ezt követően jegyzőasszony jelenlétében felhívtam a 3 legerősebb jelöltet, és ebből az egyik, Hogan Buk Endre visszalépett, jelezte telefonon, hogy ő mégsem kíván indulni a pozícióért, ezért a erős sorrendben egyik helyen szerető szemét hívtam föl telefonon, és így lett meg a 3 személyünk, akit beírtunk a mai nap folyamán ide meghallgatásra. Fontos az, hogy a bizottság titkosan szavazott, és egyfajta pontozásos, súlyozásos pontrendszer alapján, tehát igazándiból, ha itt keringnek ilyen különböző számok, hogy a bizottság hogy szavazott, ez azért nem egészen alkalmas arra, hogy ebből erre rávessünk egy kis figyelmet, mert igazándiból ez a lényeg, hogy erősen egyértelműen elvált az, hogy a 3 jelölt Cser Erzsébet volt az első helyen, a második helyen Kovács Attila, és a 3. helyen pedig Zsura Zoltán. Tehát ez a fontos, ezt a 3 személy ebben a sorrendben javasolja a bizottságot, testületet meghallgatásra. Fontos elmondani, hogy nyilvánvalóan a testületet ez az ajánlás nem köti oly módon, hogy ettől el is térhet, viszont az is fontos, hogy egy 9 ember 3 héten keresztül szakemberekkel kibővített testület tagok által kibővített bizottság 3 éven keresztül ezzel foglalkozott, tehát nyilván ez az ajánlás, egy erős ajánlás, tehát a testületnek indokolt esetben érdemes ezen változtatni, de megteheti minden további nélkül. És akkor így tehát a lényeg az, hogy ez a 3 jelölt van itt ma előttünk. Köszönöm szépen. Hogyha, ja, és az lenne a kérdésem, hogy talán amikor a jelöltek nincsenek itt, akkor elmondanám, hogy melyik jelölt mellett mi szólt és mi ellene, hogy ebben nem befolyásoljuk a jelölteket. Jó, tehát hogyha azt kérdem, akkor ezt egy következő körben elmondom majd, röviden felsorolva, illetve a testület tagjai majd nyilván hozzáteszik a saját meglátásaikat is ehhez a
felsoroláshoz. Köszönöm szépen. Én is, bocsánat, elfelejtettem megköszönni a bizottságnak a munkáját, és különösen Andrásnak, aki rendkívül sok energiát ölt ebben bele, és tényleg levette a vállunkról. Összesen három képviselő nem volt ebben a bizottságban, úgyhogy a három képviselőt tulajdonképpen nagy munkától mentette meg, hiszen 26 jelöltet átnézni. Én átolvastam, én csináltam a magam sorrendjét, megcsináltam, de semmiben nem befolyásoltam a bizottságot. Tehát ők ezt így döntötték el, ahogy alapvetően ismertettek. Én azt gondolom, és ismerem a bizottságnak a összetétele, ez az újságban megjelent, hogy egy olyan bizottságot hoztunk létre, amelyben külsős, tehát abszolút civilek is megjelentek, és viszonylag én úgy gondolom, hogy 9 embernek a véleménye már talán lehet objektív. Én azt hiszem, hogy itt az egyéni dolgok és az egyéni érdekek talán 9 ember esetén már kevéssé érvényesültek, legalábbis merem remélni. És tényleg az a három ember került, hogy maradt fenn a prostán, amelyik talán akik a legalkalmasabbak ennek a pozíciónak az ellátásán. És még egyszer köszönöm ezt a munkát, és tulajdonképpen, ha valakinek van kérdése a bizottság munkájával kapcsolatban, és hogy az hogy született, akkor az most fölteheti. Igen? Melyek voltak azok a szempontok, amelyeknek meg kell felelni, hogyha ezt el lenne olvasva? Hogy... Hát én most felolvasni, nem tudom felolvasni. Igazából az tök úgy volt az alapkiválasztás, hogy minden képviselő, illetve bizottság tag otthon átnézte a lapot, és előtte röviden mondtuk, hogy mi a fontos, de azt mondtuk, hogy igazából nem csak a szakmaisága fontos, hanem olyan szempontokat is figyelembe veszünk, amely a szakmaiság mellett a stratégiai szerephez fontos lehet. Itt lehet ez egy-egy képzettség a személynek, illetve a személyes élet, úgyhogy tehát sok mindent figyelembe vettünk, és igazából összejött a 9 ember, és amit mindenki otthon maga számára fölrakott egy sorrendet, ez alapján össze is tettük, hogy kire szavazna. Tehát mindenkinek megvolt a saját véleménye, és a 9 embernek a szavazatai alapján jött össze ez a 8 ember, akit végül is behívtunk. Tehát nem volt egy erős kritérium rendszer, mert azt mondtuk, hogy ahol korlátozni lehet valamit, az inkább rossz, tehát próbáljunk meg minden szélesebb módon ránézni ezekre a jelöltekre. A súlyozás mi jelentette? Tehát én erre kíváncsi, hogy pontoztátok a dolgokat. Tehát akkor, hogy a szakmai ügysága, tehát hogy mi hogyan döntöttek. Úgy voltunk vele, hogy mind az öt jelölt alkalmas lehet a stand. Tehát annyira 3 év alatt meg tudjuk ismerni őket, mind az öt jelölt alkalmasnak találhatott arra, hogy standigazgató lehessen. A szavazás megnyitése érdekében súlyoztunk, ami azt jelenti, hogy az első személy ugye több pontot kapott, mindenki 3 személyre szavazhatott, az első 5 pontot kapott, az első 3-at, a második 2-t, a harmadik 1-et. Ennek csak az volt a szerepe, hogy minél jobban eltávolodjon egymástól a jelölteknek a beosztva a helyezése, tehát igazából ez egy technikai dolog volt csak már a 3 jelölt kiválasztásánál. A kiírási szempontoknak mindegyik jelölt megfelelt, tehát aki 6-9 zárva, a 20 volt, tehát hogy az volt, a kiírás ugye tartalmazta azokat a dolgokat, amelyeket elvárható volt a jelölttől. Ezek benne voltak. Tehát ezeknek megfeleltük. Azt, hogy a bizottság belül, mint nem vettem részt, de gondolom, hogy azon az alapon vizsgálta ezt a kérdést, hogy ugye meghallgatták őket, azt a 8-at, akik egyáltalán ők találtak, hogy érdemes meghallgatni, és a 8 embernek, mikor végig hallgatta, akkor a szakmai múltja, a benyomás, ezek nyilván ezek a szempontok. De kifejezetten pontrendszer úton nem akarnak. Ez csak a szavazás megképzelésre volt, amit nem köszönöm szépen. Én azért kihangsúlyoznám, hogy a kiírásunknak a fennmaradt 3 jelölt úgy felelt meg, hogy a saját kiírásunk előnyként feltüntetett feltételeink közül 2 nem felel meg annak, hogy termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatos általános műszaki követelményeket ismerni. Előnyként, de nem felelnek meg. Fürdővezetői vagy szállodavezetői gyakorlattal bírnának, illetve az egyik jelölt annak sem felel meg, hogy gazdálkodó szervezet önálló vezetésében lenne minimum 5 éves gyakorlata. A képzettségről nem is beszélek, mert fürdővezetői gyakorlata csak egyen van. Köszönöm, a saját kiírásunk feltételeit. Amit most felolvastál, az előnyként szerepelt, tehát nem volt kizáró. Mert ezen az alapon már ki lehetett volna elsőkörbe szórni az összeset, mert tulajdonképpen akkor csak 2 jelöltből lehetett volna választani.
Igen. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem beszélve arról, hogy mi nem műszaki igazgatót kerestünk, hanem egy jó gazdasági szakember. Műszaki igazgatónk már van. Tehát mi egy gazdasági szakembert kerestünk, aki komoly marketing munkával, egy komoly háttérrel, tehát megfelelő szakemberekkel kiegészítve végzi el a munkáját. Tehát a műszaki képesség abszolút véleményem szerint nem volt fontos számunkra, hanem egy igazi vezető, aki a stand jövőjét valóban meg fogja tudni teremteni. Ennyit akartam mondani. A fürdővezetői dolog az pedig azt jelenti, hogy ez az, hogy mondják ezt, tulajdonképpen ez egy továbbképzés, egy otokmunká is, nem tudom, az elvégezhető. Attila? Hát ez egyetemi képzés, bocsánat. Igen? Nézz utána, hogy igen. Ti hány éves? A fürdővezető igen. Igen. A szíjét nézz utána, légy szíves, hogy van ennek a kiírása. Igen? Na hány éves? Egy. Nézd utána, légy szíves. Jó, megnézem, de biztos, hogy nem egyetemi, mert az egyetemi az ugye 5 év. Én úgy tudom. Arra a képzésben, és hogyha tovább mész és szakmérnöki leszel, akkor valószínűleg nem 5 év. De ennek a fejt, akkor tovább folytatom, ennek a feltételnek eddig egyetlen is tabigazatos a felent meg. Ezt jogodta hozzá tehetjük. Nem baj, hogy én azt vagyok. De nem indultál sajnos. Ja, igazad van, tényleg. És a Zsura Zoltán nem felel meg? Ugye nem mondta, azt mondta, hogy megválasztás a pillanatában nem felel meg. Jó, hogy csak figyelünk. Én Zoltánnak válaszolnék, hogy igazán kár, hogy nem vett részt a kérek megfogalmazásában, ugyanis amit most elmondott, az a saját kérdésünknek sem felel meg, úgyhogy vagy tájékozódjon, vagy ne szólaljon meg. Jó. Csak egy kérdés, Zsoltán. Csak gondolom ez a visó. Igen? Köszönöm a szót. Azt szeretném megkérdezni, hogy a 9 ember azt mondtátok, hogy ugye most elhangzott Laci szájával, hogy marketing vezetőt kerestek? Tehát ez volt az első marketing szellemiségű vezető. Ez volt, ugyanis itt elhangzott, hogy jó marketing szellemi vezető, mint első kritérium pont, ez elhangzott, ez igaz? Nem. Jó, köszönöm. Valaki még a pálya a bizottsággal kapcsolatban, igen? Herceg Tamás vagyok. Azt szeretném kérdezni, mert a pályázati felhívásban szerepelnek ezek a kritériumok, de nem szerepel az, hogy a fürdőüzemének milyen fenntartása tartozik a feladat körébe. Tehát itt annak idején a Leányfogdisi újságban többször megjelent az, hogy például zárjuk be az 50 méteres medencét, mert annak az üzemeltetése gazdaságtalan, stb. Tehát miért nem szerepel a kiírásban az az alapvető feltétel, hogy üzemeltetnünk kell télen-nyáron ezt a strandot? Hát ez teljesen merült ez a kérdés, mert mióta én vagyok a polgármester, ez nem nagyon merült fel, hogy most rájön az 50 méteres, mert nem is tudnánk, hiszen a Kópével érvényes szerződésünk van, tehát ha tetszik, hanem üzemeltetni kell a 50 méteres merencét. Tehát ezt én úgy gondoltam, vagy úgy gondoltuk, mert ezt a kiírást, ezt a kollektív bölcsesség hozta össze, ha lehet ezt bölcsnek hívni egy járást ezek után. Úgyhogy ez nem merült fel. És a Kópéval meddig érvényes szerződésünk? 17 nyaráig. Meddig? 17 nyaráig. Tehát augusztus. De ez a kiírás nem 17 nyaráig szól? Tudom. De ez nem merült fel ez a kérdés. Tehát ez a kérdés nem merült fel sem a jelenlegi testképzet tudomásunk szerint, hogy a téli üzemet meg szeretné szüntetni. Tehát akkor ezt nem értem, hogy miért kellene szerepeltetni a kiírásba, hogy most téli vagy nyári üzemet akarunk, vagy... Hát én azért gondolom, hogy ezt szerepeltetni kellett volna, vagy kellene, mert egyrészt az, hogy önkormányzati tulajdonban van, és abban kívánjuk tartani, tehát mint Leányfalu. A másik az, hogy rendkívül sok támadás érte ebben a úgynevezett Leányfalusi újságban az 50 méteres medencének a téli nyitvatartását. Úgy tudom, hogy a Kópéval is problémás volt a szerződés megkötése, húzódott egy ideig. Tehát én feltétlenül szeretném azt a biztosítékot látni, hogy ez az üzemeltetés valóban arra terjed ki, amire most is. Hát miután a jelenlegi állapotot ismerte meg a bármelyik jelölt, ez a kérdés nem merült fel, hogy ő ezen változtatni akarnak bármelyik. Jó, hát abban az esetben... Nyilván azt nem tudja eldönteni, vagy nem döntheti el egy igazgató azt, hogy most télen fogja bezárja, mert ez a testületnek a hozzájárulása biztos, hogy kell. Tehát ez
Jó, akkor azt kérdezem, hogy a testületnek mi a hozzáállása ehhez a dologhoz? Fenntartja ezt az álláspontját, hogy minden eszközzel megtartja ezt a téli-nyári üzemet, és ezt megköveteli az új ügyvezetéstől? Hát erről most biztos, hogy nem fogunk nyilatkozni. Én személy szerint azt tudom mondani, hogy lintelműben nem szerepel, hogy a délit megszüntetni. Úgyhogy a többieket most, nyilván ez jelenleg nem téma, én azt hiszem, hogy ha gondolja, akkor egyszer eljön testület ügyőkör, és akkor ezt felveszi ezt a kérdést, és akkor testület, meg fogják a képviselők is mondani a véleményüket erre. Én szerintem ez most... Én ezt a kérdést azért tettem csupán föl, mert a gazdaságossági kérdéseknél ezek felszoktak merülni. Igen, nyilván. Igen, erősen felszoktak merülni. Felismerő. Ezek fürdőbezárásokkal, privatizációkkal és egyebekkel szoktak de járni. Ez mind, a, amit ön elmond, ez a, nem a, az ügyvezetőnek a kompetenciája. Ő ezt nem döntheti el. A szerződésében az is szabályozó van, hogy megtervezetben, de a régiben is, hogy milyen aláírási jogokkal rendelkezik. Tehát arról szó nincsen, hogy egy személyi döntéseket hozhat a fürdő bezárásáról, vagy pedig a bármiféle üzemmódnak a megváltoztatásáról. Hát ez... Hát lehet, hogy önnek igazam, hogy bereket van ilyen kiírásban, hogy a változatlan formában történő üzemeltetésre lehet, hogy egy ilyen, ez a mondat bele lehetett volna tenni, de én szerintem ez a kiírásokat nem más. Jó. Akkor valaki András kihúzott akkor a meghallgatásnak a sorrendjét. Első Zsura Zoltán lesz. A második Kovács Attila. És akkor logikusan a harmadikként pedig a Cseri Erzsébet. Jó? És akkor azt kérem, hogy a két második jelölt az a menjen fel a emeletre. Hogy ki a utolsó? Az emeletre állja a kolléganőm szívesen látja őket, addig még meghallgatjuk az első jelöltet. Nem kéne közébe ülni a... De. Ő jöjjön ide, széket nyugodtan ide. Még, jó? És akkor Zoltán, még egy kérdésünk lenne, hogy ha megtenni azt, hogy ürös kifáradalmat, akkor elmondanám, hogy a HBR bizottság mit mondott. Akkor csak is önnek én semmi. Utána tudnánk így a személyes meghallgatást. Jó, csak nagyon röviden akkor. Köszönöm. Tehát igazából mondom, ez nem kimerítő, ezek a legfontosabb ismérek voltak, és nyilván azon személyek, akik valamelyik jelölt mellett, vagy ellen kifejtették véleményüket, ennél sokkal többet tudnak mondani, de alapvetően a legfontosabb ismérek így hangzottak el. Hátulról kezdeném Zsura Zoltánról. Egyrészt, ami mellette szól, az, hogy aktívan strand működtetéssel foglalkozik, tehát egy 10 éves tapasztalata van a strand működtetésében. Magas szintű műszaki ismerettel rendelkezik, ismeri a helyi strandokat is, mert volt itt már szakértő bizonyos kérdések, a kutat érintő kérdésekben. TAO-val kapcsolatban vannak tapasztalatai és együttműködési készség, amit kifejtett az önkormányzat irányában az elmondások alapján. Ami viszont ellene szólt, az egyrészt az, hogy a hely, ahol lakik, tehát ő egy Szentesen dolgozó, Tóth-Komlóson dolgozó személy, akinek az élete odaköti, ennek az ide konvertálásában lát némi nehézséget a bizottság. Másrészt a pályamunkájában nagyon úgy érezte a bizottság, hogy a jelenlegi vezetés irányát követi. Ebben látnak néhányan egyfajta, ha nem is veszélyt, hanem igazából ezt kifogásolták. Illetve fölmerült a bizottság egyes részletek számára a közvető képességének a bizonytalansága, és emiatt tartották többek között harmadik helyre sorolandónak. Mondom, azt majd hozzárakja mindenki a sajátját, amit szeretne. A második helyen szereplő Kovács Attilának ugye az, hogy helyi vállalkozó és helyi lakos, ez mellette szólt mindenképpen, agilis műszaki emberként apostrofálták. Már az előző időszakban is jelentkezett strandigazgatónak, tehát egy ilyen régebb óta van egy ilyenfajta törekvése, tehát egy kitartást is látnak benne. Jó felkészült volt a pályamunkája, ez az előző jelöltnél is nyilván elmondható volt, alapos elemzést tartalmazott,
és hogyha bármifajta építészeti, építésügyi beruházás lenne a strandon, akkor nyilván a saját szakértelme is hasznos lehet. Ezzel szemben pedig a vezetői gyakorlatnak a hiányát, illetve hogy ilyen jellegű munkakörben még nem volt vezető, ezt sorolható negatívként, illetve a képzettsége ugye magára a strandra vonatkozólag nem tartalmaz információkat, tehát igazából nem foglalkozott még strandra, és az mindenképpen negatívként szerepel. A harmadik pedig Csere Erzsébet, aki az első helyen szerepel. Ő volt szintén egy helybeli. Furcsa hangzik, de az, hogy hölgy, ezt is mindenképpen az érdemben ellen soroltuk, hiszen az elmúlt 40-50 évben nem volt hölgy női vezetőnk a strandon. Ezen kívül a mentalitása egyfajta mediátor szerep, békítő szerep, tehát ez a strandon való munkáltatásnál is erőnyt jelenthet. Akkor úgy látta a bizottság javarészt, hogy az ideális vezetői képességeket tartalmazza. A személy írásbeli és a személyes megjelenésekor pontossága, a fogalmazó képesség, a célettörőssége, az idővel való jó gazdálkodása is mindenképpen mellette szólt. Átfogó elemzést nyújtott a strandról, benne volt minden olyan hibának vélt meglátás, illetve javaslat, amelyet a vendégek részéről mi is eddig hallottunk és tapasztaltunk. Nagyon jó jelenlegi állapotról való leírást tartalmazott, reális képet adott, ügyes. Ezen kívül szakmailag ugye egy pénzügyi szakember, tehát nyilván anyagi, tehát a múltja és a pénzügyi háttere ez mellette szólt. És ami negatív volt, hogy ő sem rendelkezik fürdő üzemeltetési múlttal, tehát nyilvánvalóan ez nehézséget fog neki jelenteni, illetve elhangzottak egyéb ok is, ezt majd gondolom Csékvas Gabriella fog ismertetni, tehát hogy milyen egyéb problémák merültek még vele szemben föl részéről, illetve másik személy részéről, amelyik majd el fognak hangzani, gondolom. Jó. Tehát ez nagyon röviden volt, de mondom, hogy csak egy általános dolog, de kérem, hogy a jelenlévő tagok tegyék hozzá a saját kéremeket, ha úgy látják, hogy még érdemes lenne hozzáfűzni egy információt. Igen, akkor aki a tag benne volt a bizottságban, nyilván kialakult egy vélemény, röviden akkor a hallgassuk meg. Köszönöm szépen, én kiegészíteném azért Zsura Zoltán jelentését azzal, hogy a vezetői képességek a saját gyakorlatában nagy és a munkavállalói körirányításában sikeresek voltak. Én a bizottsági munkában is megjegyeztem, hogy amit András is az előbb közölt, hogy bizonytalanságok merültek fel a vezetői képességével kapcsolatban, ehhez képest gyakorlatilag 2006-tól kezdve fürdővezetői, igazgatói, műszaki igazgatói, intézményvezetői munkát lát el. Ez a kettő némileg ellentmondásban áll egymással. Kovács úrral kapcsolatban az a problémám, hogy valóban semmiféle gazdasági, társasági vezetői gyakorlata nincs, ehhez képest strandvezetői gyakorlata sincs, és képzettsége sincs. Ami pedig Cser Erzsébetet illeti, vele kapcsolatban csak egy mondat most, és majd amikor elmondta a bemutatkozását valóban, akkor majd csatlakozom hozzá. Az utólagos és a képviselőtársaminak, valamint jegyzőasszonynak elküldött anyagok alapján egyértelműen látszik, hogy igazán sikeres gazdasági tevékenységet eddig sehol nem végzett, és inkább cégmegszűnés, illetve vagyonkimentés az, amelyik a nevéhez köthető. Köszönöm szépen! Más, aki a bizottságban benne van? Dénes? Maradjunk. Barga Dénes vagyok. Ugye Zsura Zoltánnak kapcsolatban az volt az észrevétel, hogy a bizottsági meghallgatáson elhangzott, hogy a Szentesi strandban, ahol ő most jelenleg dolgozik, a önkormányzat évente 70 millió forintot tesz be, és további biztos rendszeres bevételt jelent, a sportoktól kapott 64 millió forint. És hogyha fejlesztésre kerül sor, akkor vélhetőleg ottan nem ebből a pénzből kell azt biztosítani, hanem akkor ugye például TAO-s forrás, stb. Nyílik meg. És a mi körülményeink ehhez képest nagyon markánsan mások.
ugye azzal kapcsolatban, hogy milyen kritériumrendszer szerepelt a pályázatban, ami előnyt jelent, ahhoz feltétlenül hozzá kell tennem, hogy de nem az a cél, hogy elképzeljünk egy ideális pályázót, akit szerencsés esetben személyesen is ismerünk, és arra építsük fel a pályázatot, hanem az a cél, hogy lehetőleg egy olyan valakit válasszunk meg, akiről a leginkább elhihető az, hogy a jövőben a strand működésének a gazdasági és a műszaki biztonságát megteremtse. És lehetőleg ugye a fejlesztések, tehát hogy esélyt tud teremteni a strandhoz, és ami nem mellékes szempont, hogy képes rendet teremteni a strandon. Ugye Csere Erzsébettel kapcsolatban pedig, amik körözésre kerültek anyagok, hogy a Tokodi üveggyárnak a vezetője voltam, sajátos módon felszállásra került. Én hozzátenném, hogy ez rendkívül megtévesztő volt, hiszen egy ágazat építődött le akkor, tehát például a Salgótarjáni üveggyár is, nem csak a Tokodi, és a Tokodi üveggyár megszűnésében nem a Csere Erzsébet vezetői képességeinek a hiánya játszotta a szerepet, hanem valószínűleg volt egy sötét dolog volt, mert nem kapták meg a környezetvédelmi engedélyt, és amikor hiánypótlásra szólították fel a gyárat, akkor a Csere Erzsébet által vezetett kollektív az 3 napon belül prezentálta, és utána meg teltek a hónapok a Persányi féle minisztérium közrehatására, ezt nem lehet tudni, de lényeg az, hogy nem tehető felelőssé a Tokodi üveggyár megszűnéséért. És a másik észrevétel, hogy amikor felmerült a bizottságban, amit most itt nem hallottam vissza, de nagyon markánsan szerepelt ugye Csere Erzsébet ellen, hogy ugye nincsen affinitása a műszaki dolgokhoz. Ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy az én ismereteim szerint az öblös üveggyártásnál előfordulnak műszaki jelenségek. Tehát nem nagyon lehet mondani azt, hogy aki el tudott vezetni egy ilyen céget, az nem tud mit kezdeni a műszaki problémákkal. Köszönöm. Még valaki? Pelavics László. Az én meglátásom az, hogy egy ilyen strand működtetésénél az operatív feladatok megoldása a nagyon fontos. Nagyon köszönöm, hogy a Dénes kimondta azt, hogy a legfontosabb, hogy gazdasági és műszaki biztonsága legyen a dolgoknak. Tudom azt, hogy akinek itt harmadik helyre sorolt úr és szakértelme van, ő beárnyékolja azt, hogy kapcsolatban volt az előző igazgatóval, akit ugye joggal lehet kárhoztatni, hiszen az elmúlt 20 évben egyedül ő alatt volt csak nyereségese a strand működtetése. Ezt múltkoriban elég jól kifejtette tényekkel, a Kovács Gabriella felsorolta, melyik évben mennyi veszteség volt, kivéve önnála. És azért látom egyiket problémának, hogy itt már megelőzően, tehát az el volt döntve, hogy a Cucor Attila távozzon, és az ő árnyéka rávetődik egy másik emberre. Ugyanúgy, akit ő ajánlásával jött ide, a másik fura számomra az, hogy én még nem láttam egy olyan vezetőválasztást, ahol az alkalmazottak döntenek arról, hogy ki legyen a vezetőjük, hiszen a strandnak az alkalmazottai szimpátiája dönt, és ha ő nekik nem volt meg a szimpátiája az előző vezetővel, természetesen nem akarnak egy olyan embert, akinek köze van a korábbi igazgatóhoz. És ennek a strandnak igazából a nyerességességébe nagyon bejátszik ugye a napsütéses napok száma. Megvan adva, mekkora a területe, és nem hiszem, hogy itt egy csodát lehet csinálni a növekedésben, hiszen be van határolva az egész. Tehát én azt mondom, alapvetően szakember legyen az,
akinek van valami gyakorlata. Akkor két dolog, Attila senkinek kényszerítette, hogy távolodjon, tehát ő nem pályázott, tehát ilyen kényszer... Hát a sajtót azt láttuk végig. Jó, most én nem tudok erre mit mondani, sajtó itt van, én soha nem mondtam az Attilának azt, hogy ne pályázzon. Ez a saját döntése volt, tehát ez nem felel meg az igazságnak, hogy kizártuk volna őt abból, hogy ő újból pályázzon. Tehát ezt én nem gondolnám, hogy így van. Egyébként, hogy a bizottságra azt mondani, hogy itt a beosztottak döntik el, hát kizárólag egyetlen egy beosztott volt, és ő is csak azért került bele nyilván ebbe a körben, miután a felügyelő bizottságnak a tagja. Egyébként nem tudok róla, hogy a bizottságban bárki is rajta kívül alkalmazott lenne a termál főtőbe. Javaslom, köszönöm a szót. Javaslom azt, hogy tartsuk be azt a rendet, hogy én szót kértem, és úgy néz ki, hogy meg is kell, hogy kapjam, drága Gabi. Azért vagyok képviselő. A következők utána, meg a többieknek is adom a szót. Azt szeretném, hogy nem partanál a vita, tehát az volt megszólítva, aki az a 9 fő, aki a bizottság tagja. És én úgy gondolom, bármennyire tisztelő Laci, ő nincs tagja, tehát nem ne spartan a vitába váljon ez az egész. Jancsior vagy Pető János ott jelentkezett, aki tudomásom szerint a bizottság tagja, hallgassuk meg, mindenkinek van 3 perc, és ha haladjuk, mert utána itt elkezdődik egy olyan vita, aminek én úgy gondolom semmit nincs. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pető János vagyok, és benne voltam a bizottságban, ezért szeretném leszögezni, hogy se a pályázati kiírásba, se a bizottság munkája során nem merült az föl, hogy itt pénzügyi menedzsert keresne a falu a strand élére. Ezzel szemben az ki lett domborítva a pályázatban is, hogy műszaki ismeretek azok fontosak, valamint a strand jelenlegi állapotában a biztonságos működésének az egyik alapvető feltétele nem a pénzügyi helyzetnek az esetleges megingása, hanem a műszaki területen történő hiányosságoknak a minél szakszerűbb felszámolása, és ez... Sokak véleménye szerint azért a bizottságban is ez elhangzott, a műszaki ismeretek és ráadásul évtizedes strand vezetői tapasztalat az nagyon nagy előnyt jelent. A másik két pályázó, és szeretnék egy mondatot mondani, Kovács Attilához pusztán csak annyit, hogy őt mindenki nagyon szimpatikusnak tartotta, mert egy jó szándékú, ráadásul helyi fiatalember. Az viszont valóban tény, hogy semmilyen vezetési is, gyakorlata és ismerete nincs. Ezen kívül a pénzügyi ismereteit ugye nem ismerjük, a műszaki ismeretei pedig valamilyen szinten vannak, de egyáltalán nem kötődnek a strandhoz. Cser Erzsébettel kapcsolatban pedig hát valószínűleg a későbbiek során még sokan kifejtik a véleményüket. Azt lehetett már a bizottság munkájának a végén és azt követően is észlelni, hogy az eddigi pályafutása általában egy ilyen reorganizációs vállalat megszűnési tevékenységekkel kapcsolatos. Vezetői ismereteit igazából nem lehetett a pályázatából kiolvasni, mert olyan cégeknél volt vezető beosztásba, kivéve a Tokodi üveggyárat, ami megszűnt, ami nem feltétlenül, közvetlenül munkavállalókkal történő vezetői kapcsolattartást igényel, mint amit a strandnál elvárható. Köszönöm. Még valaki a bizottságos után, hogy Dénes másodszor, és aki még először nem szólt hozzá, és még szeretne bizottságban. Jula, mondjuk, Dénes? A nyerességességgel kapcsolatban arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy abban az esetben, hogyha nyeresség megjelenik, és amellett az eszközállomány érték megőrzése biztosított, akkor az egy nagyon derék dolog. Ha viszont a nyeresség mellett az eszközállomány értéke csökken, akkor problémák vannak. A könyvitelben ez az amortizáció, ami próbálja modellizálni a valóságot. Tehát, hogyha a kút értéke mondjuk x millió forinton van nyilvántartva, és a y százaléka az amortizáció, akkor van egy adott nyeresség. Hogyha a kút értéke meg ennek mondjuk
mondok egy példát, a tízszerese, és annak egy bizonyos száma az amortizáció, akkor ez a nyeresség mondjuk eltűnik. Tehát azt gondolom, hogy kijelenteni azt, hogy jaj, de jó, nyereséges volt a strand, akkor lehetne, hogyha lehetne azt látni, hogy például az 50 méteres medencének, például a kútnak a pótlása pénzügyileg biztosítva van. Márpedig markánsan nem ez a helyzet. Köszönöm szépen. Jó. Akkor én azt javaslom, hogy akkor az első jelöltet, az Ura urat, ha valaki megtalálja, akkor fölül van neki. Szerintem vagy fölmentek, vagy kimentek. Be a légy szíves, az Ura Szoltánnak szóljál. Szép jelen. Igen. Gondolom kapok 5 percet egyedi napakodásra. Az nincsen korlátozva. És Urazoltának hívnak, 55 éves vagyok. Szakmám szerint szakmérnök a képesítésem. 1984-ig dolgozom fürdőben. Az idő alatt 3 helyszínen dolgoztam, 3 állásom, 3 munkahelyem volt. A legutolsó, a Szentesen a Szentesi Üdvözlő Központ műszaki igazgatójaként tevékenykedem most. Számos fürdőben vettem részt, külső szakértőként is, különböző projektekben, így szakértésképpen, engedélyeztetésekben és fejlesztésekben. 2002 óta folyamatos fejlesztés tevékenységeket hajtott végre a fürdő területén. Így kezdtem a lakóterületen vagy lakóhelyemen lévő fürdővel, egy komoly Széchenyi beruházásos átépítése került sor, de a legutolsó, a legutóbbi tevékenységemet is megemlíteném, ez pedig Szenteshez kötődik, ez egy 3,2 milliárdos TAO-s beruházás, amely egy teljesen komplett fürdőkomplexumot hozott létre, jellemzően a sport irányában. Leányfalut 2001-ben ismertem meg, idén már 5. alkalommal voltunk itt az úszóinkkal, településünkön, és a Fortnában voltunk elszállásolva. Cucor Attilát 5 éve ismerem. Volt szerencsém a kút vízjogüzemeltetési eljárása kapcsán, mint külső szakértő az eljárással kapcsolatos szakvéleményt elkészíteni. Mint fürdő szakember érdekelt magának a fürdőnek a működése, hisz azt jól tudjuk, hogy aki a fürdővel foglalkozik, egy eléggé különleges szakma. A más fürdőnek az eredménye, eredménytelensége nagy valószínűséggel egy olyan lehetőség, amit fel lehet dolgozni, és akár a saját fürdőnél lehet kamatoztatni. Az, ami engem legfőképpen érdekelt itt a leányfogi fürdőnek a tevékenysége, működése kapcsán, ez a gazdasági eredményeknek a pozitív mi voltam, és hogy ezek az eredmények miképpen, tehát a gazdasági állapot miképpen befolyásolja magának a fürdőnek a műszaki állapotát, fenntarthatóságát. A pályázat megjelenése után én szeptember közepetáján 2 napot itt töltöttem Leányfaluban, és igyekeztem saját szememmel feltérképezni, és minél több információt begyűjteni az irányba, hogy a fürdő vezetése, a fürdő irányítás és a fürdő jövőbeli működésével kapcsolatban minél több információval rendelkezzek. Őszintén kijelentem, nem értek egyet a jelenlegi KFT vezetési politikájával. Ennek pályázatomban is hangot adtam, mely egyesek szemét és szúrta, hisz kérdés merült fel a bizottsági, tehát a meghallgatáson. Nem értették, hogy hogy írom le azt, hogy gazdaságilag egy fürdő jól működik, és mégis emellé én felsorolok számos olyan tényezőt, ami
ami negatívunként sorolható fel. Hát jelzem, szerintem pont ez a rákfenéje a dolognak, hogy maga a gazdasági eredménynek a maximális úgymond hajszolása egy műszaki állapot romlást eredményezhet, melyet mindenféleképpen szerintem előbb-utóbb meg kell fordítani, mindenféleképpen jó irányba kell terelni, hiszen egy fürdő működésében a műszaki háttér, a működés az alapvető lényegző. Én tudom, mi a kiút ez irányba. Tapasztalatom, mint vezető, 30 éve nyúlik vissza. Számos dolgozóval tudtam együtt dolgozni, igyekeztem mindenkivel megtalálni a hangnemet. Alapvetően magamat demokratikus beállítottságú vezetőnek tartom, de amennyiben szükséges átok hangolódni akár autokratikusra, vagy ha szükséges, akkor akár diktatórikusra is, ez nyilván a helyzet hozza magával. A jelenlegi kiszervezett tevékenységgel kapcsolatban is lenne véleményem. Méghozzá azt hiszem, hogy nagyon meg kell vizsgálni a úszómesteri tevékenységnek a státuszát. Maga ez a tevékenységnél nagyon fontos és lényeges dolog az, hogy a dolgozóknak a munka morálját és az ellenőrizhetőségét kell olyan szinten tartani, ami nyilván egy fürdő működtetésnél egy biztonsági tényezőt jelenthet. A műszaki személyzettől sokkal pontosabb és precízebb, a működés biztonságát garantáló, a minőséget szem előtt tartó hozzáállást várok el. Ez nála alapfeltétel a jelenlegi munkahelyemen is. Az üzemeltetés biztonságához azonnali intézkedésekre lesz szükség, mihelyest a következő vezetés elfoglalja a helyét. A jövőbeni eredményes tevékenységnek a vendégek minőségi kiszolgálása és jó közérzete lehet az alapja. Ehhez meg kell újulni, fejlődni kell. Meg kell keresni azokat a lehetőségeket, melyek kapcsán a gyenge forgalmú téli időszak is prosperálni képes, hogy a nyári időszak megnyújtásával lehet a forgalmat növelni. Ezek is alaptényezők, amiket egyébként egy fürdőnek a működtetése kapcsán mindig szem előtt kell tartani. Ehhez is vannak terveim és elképzeléseim. El kell készíteni egy közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciót, mely a tulajdonossal közösen határozza meg a lehetséges irányt vagy irányokat. Létre kell hozni új szolgáltatási lehetőségeket és a fürdő profilját is bővíteni kell. A tervezett tavos beruházást nagy odafigyeléssel és szoros lekövetéssel kell menedzselni, amelyben a sport mellett a fürdő és a település érdekét is nagyon figyelni kell, kezelni kell és érvényesíteni kell a fürdő és a település érdekét is. Tisztelt képviselőtestület, személyemben képes vagyok arra, hogy a Lányfalvét Elmáfélben jövőben is biztos alapokkal a közönség és a település megelégedésére üzemeltessem, átlátom ilyen állapotát, és rendelkezem elképzelésekkel a jövőre való tekintettel. Köszönöm, hogy meghallottak. Köszönjük szépen. Hogy lehet feltenni kérdéseket? Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérdezni öntől, hogy ez a műszaki fejlesztési koncepció nagyjából milyen dimenziókkal bírna, tehát mit lát, milyen időtávon, milyen összeget kellene felhasználni, és van-e arról elképzelése, hogy ennek az összegnek hogyan lehet megteremteni a forrását? Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Szerintem most válaszok kettőt, ugye, mert én beszéltem egy állapot megőrzés fejlesztésről, illetve beszélünk egy tartalom bővítésről, például a TAO-ról. Nem tudom, melyikre kíváncsi, melyikre. Hogy elsőre. Tehát maga az állapot megőrzés fejlesztés. Igen. Hát ennek gyakorlatilag jelen pillanatban egy nagyon fontos kiindulási pontja van, ez pedig szerintem a biztonságnak a kialakítása. A biztos működtetés, hogy ne legyen semmi olyan veszélytényező a fürdőn belül, ami egyrészt a vendégek biztonságát, másrészt a fürdő működtetését befolyásolhatná. Ez ilyen pillanatban a legfontosabb szerintem maga a vegyszernek a tárolása, amiről azt hiszem írtam is a pályázatomban. Ez azért fontos, mert jelenleg ez egy kétérű dolog,
Nagyon sokáig működhet még így, de lehet, hogy holnap után el fog szállni a klór tartálynak, vagy a klór partra tete, és akkor nagy gondok vannak Leányfaluban. Tehát ezt mindenféle kéne tudtommal, ez irányban már történtek próbálkozások, ezek vannak tervek is, hogy pontosítsak. És ugye nem látom még a terveket, de nyilván egy olyan elképzelés fog megvalósulni, ami nagy valószínűséggel ez irányban egy biztos alapot fog jelenteni. Ennek a beruházásnak a pénzügyi hátterét szerintem több irányból lehet megkeresni. Egyrészt van egy működési eredmény, amit a fürdő jelen pillanatban képes produkálni. Emellé tudjuk azt, hogy 2018-ban egy jelen pillanatban még működő vagy fennálló hitel fog megszűnni, amely 2018-ban évelején fog lejárni. Akár hitelfelvétele további pénzeket lehet mozgósítani és mobilizálni. Illetve harmadik út, pályázat, pályázat és pályázat. A egyszer tárolón kívül még milyen nagy súlyú tételek vannak? Aztán ezt is foglalkoztam a anyagomban, nagyon rossz állapotban van a vizes blokk. Tehát a öltöző épületnek a vizes blokkja hát eléggé elavult. Nem akarom tovább minősíteni. Amire nyilván előbb-utóbb komoly beruházást kell majd fordítani, úgyhogy ezzel foglalkozni kell mindenféleképpen a közeli jövőben. A harmadik nagy beruházás, de szerintem ez pedig a termálkútnak az a biztonsági állapot megőrzése, ami jelen pillanatban is fontos, ha még mindig azt mondom, hogy a jelen pillanatban a vegyszer tárolást kell mindenféleképpen megoldani a fürdőn belül. Talán második helyre sorolnám a termálkútnak az állapot vizsgálatát, megőrzését, ha szükséges, akkor a beavatkozását, nem csak a kútnak, hanem magának a csőrendszernek, ami lehozza a vizet ugye a kúttól a fürdőig. Ezt nem is a csőrendszer, maga a csőrendszer is, de a csőrendszerhez tartozik egy gázmentesítő rendszer, ami most nincs felépítve, amikor volt tudtom a kúton egy gázmentesítés, szóval ez is hiányzik. Ezek mind-mind technikai hiányosságok, viszont szerintem ezek nagyon befolyásolják a fürdő jövőbeni működését. Tudomásom szerint ön az emlékezetem szerint ön az anyagában a gyermekmedencét is említette természetesen, illetve az 50 méteres medencét is, amik, ha megengedi, szintén nyilván ön is úgy látja, hogy nagyon sürgős beruházások. Ugye az én kérdésem az lenne, hogy körülbelül mekkora összegnél tartunk, és szükségesnek látja-e ön azt, hogy az önkormányzat jelentős pénzügyi eszközökkel szálljon be ezeknek a problémáknak a megoldásába? Nyilván a nyerességnek a felhasználása az egy momentum, esetleges hitelfelvétel még egy momentum, de azokat a problémákat, amiket ön is felsorolt, és hát mi is valamennyire tisztában vagyunk be, ennél egy nagyobb nagyságrendet képviselnek. Tehát látja-e annak szükségességét, hogy az önkormányzat a nem túl távoli jövőben jelentősebb összeggel szálljon be a strand műszaki működés biztonságának a megőrzésébe? Nagy valószínűséggel előbb-utóbb szükséges bizonyos pénz, a működéshez bizonyos pénz hozzá tételre. Jelen pillanatban szerintem az alapvető állapot megőrzése maga a fürdő saját pénzeszközei megfelelők és alkalmasok. Tehát fel kell készülni, hogy a fürdő jövőben is, tehát a fürdőnek hosszú távú működése és biztonságos állapota legyen, hogy lesz olyan időszak, amikor a fürdőbe bizonyos pénzeket be kell majd investálni nagyobb volumenben. Ezek szerintem 10, 20, 40, 50 milliós tételek lehetnek. Sokkal nem, nyilván most nem tudok elején összeget mondani, ezt nem is vállalkoznék rá, hogy most azt mondjam, hogy 15 milliót kell investálni egy medence burkolatban, semmi értelme nem volna neki. Szerintem előbb-utóbb el fog jönni az a időszak, amikor igen. Azt tudni kell, hogy ha egy önkormányzat egy fürdőt működtet, túlságosan sokáig csak kivenni a fürdőből nem lehet. Előbb-utóbb tudja, és ugye erre utaltam a rövid kis beszámolomban is, hogy előbb-utóbb maga a technológia az elavultá válik, maga a medencék burkolása az elkopik, tönkre megy, meglepet,
ezeket sem is javítani kell, és ha a fürdő bevételi forrásai, tehát a jegyárbevétel, a vendégforrás tovább nem növelhető, és tudjuk, hogy a fürdőnek van egy bevételi befogadó kapacitása is, ugye ezt tudom, a 2000, maximum 100 ember, nyilván tudjuk azt, hogy nyáron ennél sokkal többé szokott állni a fürdőbe, és nem nincs kitéve a megfelelő tábla. Tehát ez azért tovább strófolható, és én ez irányba is keresném a megoldást, hisz, hogy elmondtam az előbb is, szerintem egy téli időszaknak a felpörgetése, vagy egy nyári időszaknak a megnyújtása bizonyos rendezvényekkel, bizonyos, hogy mondjam, marketing és reklámtevékenységekkel, bizonyos utazási utaknak a bevonásával, csoportoknak az ideszállítása, de ez rengeteg, tehát erről lehetne órákat beszélni, de nem igazából mennék most bele, sok lehetőség van arra, de előbb-utóbb biztos, hogy pénzt kell fordítani a fürdőbe. De hogy a szépet összenne. Jó napot kívánok, Zoltánnak. Szeretném megkérdezni, hogy miben lát, tehát a gyógyfürdővé alakításban, sában a termálfürdőnek lát-e kitörési lehetőséget, illetve ennek a megvalósítását, ezt hogyan vagy hogyan gondolja, hogy le lehetne bonyolítani, milyen ütemezésben, akár éves, nagyjából éves lebontásra? A kérdés arra válaszom egyébként, hogy tudni kell azt, hogy mi az, hogy gyógyfürdő. Tehát maga az, hogy gyógyfürdő, az egy megnevezés, ami mögött tartalom van. A tartalomat pedig fel kell építeni. Jelenleg ugye Leányfalva a gyógyfürdői címezésre csak termál vízzel, pontosabban gyógyvízzel rendelkezik, az összes többi hiányzik még jelen pillanatban. Tehát ott van egy termál medence, ami nyilván jól működik. Tehát egy, szerintem létre kell mindenféleképpen hozni, fel kell építeni egy gyógyászati tevékenységet. Ez alapszinten négy tevékenységnek a elindításával már az OEP szerződést tud kötni a termálfürdőnek a termálfürdővel, ez már finanszírozást jelent. És a kritériumban egy kicsikét az a dolog, amit előbb is beszéltem, a téli időszakot bizonyos mértékben javíthatná ez a tevékenység is, hisz ez konkrét bevételt jelent. Elvileg más helyeken egy gyógyászati tevékenység nyereségesen tud működni, de szó szerint, tehát tisztán tudja hozni a pénzt. Aztán nyilván lehet tovább gondolkodni ebben, hogy bővíteni ezt a kört. Ha jól tudom, akkor 5 olyan tevékenység szükséges és alapinfrastruktúra, ami gyógy, fürdő megnevezést vonhat maga után. Ezeket egy-két éven belül egyébként meg lehet csinálni. Egy a legfontosabb, van egy gyógyvíz, ezt meg kell őrizni, és ezt tovább kell hasznosítani. Ennek egyik iránya, ennek a gyógyvíznek a gyógyászati tevékenység, amit még nem utolsó szempontból látjuk, mint településnek is a lakossága érdekében lenne kedvező, hisz ha lenne gyógymasszázs, lenne egy tangentor, igénybe lehetne venni egy mozgás terápiás, orvos aláír, vagy kiírás alapján egy itt helyben egy kezelés, azt szerintem a település lakóinak is egy nagyon kedvező állapotot eredményezhetne. Ezt azért kérdeztem, mert nagyon-nagyon sok, tehát amikor itt megyünk a személyes meghallgatások során, illetve az elolvasott pályázati anyagokban is nagyon-nagyon sok mindenkinél ez egy elég fontos prioritást érzett. Köszönöm szépen. András, említette, hogy pályázat. Kérdeztem, hogy az eddigi pályája alkalmával milyen pályázatokon vett részt, sikeres pályázatokon, illetve hogy látja most a Közép-Magyarországi régióban a strandra vonatkozó pályázati lehetőségeket? Hát kezdem innen, eléggé be van szűkülve. Tehát ha jól emlékszem és utána néztem neki, például hadd nem mondjam pontosan, de meglehetősen szűk a jelenpillanatbani úgymond kínálat. A jövőben várhatóan kerülnek majd kiírásra turisztikai jellegű pályázatok. Az elmúlt időszakban én, hát ha csak a jelen pillanatban munkahelyemet kezdem el sorolni, akkor 2013-tól egy tahós, egy daokos, egy hurós pályázatban vettem részt. Korábban mondtam, hogy Széchenyi terves pályázatban vettem részt. De voltak egyébként egyén és más jellegű tevékenység is, ahol segítettem a pályázatoknak a megírását, szakmai oldalról, megtámasztását. Jelentem fürdő oldali, és nem kimondtam műszaki oldalról, tehát fürdő oldalról. Tehát ilyen, hogy
vendégforgalom felépítése, teherész számítása, stb. Ezeket mind-mind sikerült olyan helyeken is úgymond átadnom olyan pályázóknak, akikkel nem én pályáztam. De vettem ilyenben jó pár helyen részt. És sikeresek is voltak ezek? Hát volt, ami nem, de nyilván tudjuk, hogy a mai világban van olyan pályázat, ami nem fut be. Alapvetően a jelenlegi munkahelyemen, amiket megpályáztunk, azok sikeresek voltak, és hát végig is csináltuk őket, most a vége felé tartunk már. Nem mondom, hogy nem őszül bele a hajam, de húrok is. Köszönöm szépen. Valaki még? Köszönöm a szót, Perázi Pál Adorján vagyok, én vagyok az a képviselő, aki velem találkozott. Viszont tegnap éjjel is találkoztam önnel. Persze. Éjjel. Igen, egész éjjel magukkal foglalkoztam, úgyhogy isteni volt. A következő, én úgy ítélem meg, hogy az önpályázat a legjobb. Én, hogy mondjam, laikusként végignéztem mindent, átolt szedték, amit mások hátránynak mondtak, hogy kivel egyeztetett, az nálam előny. Én az adott dologból tudok dolgozni. Sajnos nem voltam ott a beszélgetéseken, hogy megismerjem azokat a dolgokat, akik esetleg ön ellen szavaznak, vagy mást favorizálnak. Én abból tudok dolgozni, amit ön letettem. Ez szerintem egy hibátlan pályázat, amit megítélek. Másik pályázat a Cseri Erzsébeté, akit szakmailag és műszakilag tartok gyengébbnek. Itt arról szól a történet, hogy én megtanultam az életem folyamán, hogy vannak elméleti szakemberek, de a műszakiak meg is tudják csinálni azt az elméletet a problémában. Tehát én ezt köszönöm. Amire én önnel foglalkoztam, és a másik két pályázóval is, ugye, hát egyiket személyes ismerem, az egy becsületes ember, őt ismerem, tehát azzal nem kellett nekem sokat foglalkozni. Fölmentem, és mindenfajta dolgot, az ön képviselői hozzászólásait végigolvastam, és végighallgattam, ugyanis egyre voltam nagyon kíváncsi. Tehát az, hogy szakmailag teljesen korrekt és megfelelő, ez nálam első körben ez kiviláglott. Az, hogy mi az Atya Úristenért akar eljönni egy ilyen helyre, amikor ott minden lehetősége adott, aránylag jön egy nagyon pozitív, baloldali beállítottságú, nagyon tisztességes ellenzéki képviselő. Ugye mindent végignéztem, tehát rendben van. Ugye egy fideszes környezetben képviseli az ellenzéket, a Tótkombosi önkormányzatban. Nagyon, tehát a fideszes képviselők is nagyon-nagyon szépen beszéltek erről. Tehát ezt hozzátartozik, ezt, hogy elmondjam. Azt mondja meg nekem, hogy egy sikeres ember ott három helyen sikeres strandtevékenységét folytatott. Mi az Atya Úristenért jön ide albérletbe megcsinálni, és miért vállalja ezt az egész herce-húrcát, szóval ezt akartam megfejteni. Hajnali kettőkor szólt a fiam, hogy nagy baj van, mert fölébredt, és ami dráma volt kisgyerekem, akkor utána majd 4:30-tól 6:00 próbáltam ezeket a rejtéket megfejteni. Nem tudtam, és szeretném öntől megkérdezni azt, hogy hát miért akar itt lányfalon egy strandot vezetni, amikor ott egy sikeres strandvezető. Ennek van egyetlen egy olyan motivuma van, ami gyakorlatilag fontos az én szemszögemből vizsgálva, egyrészt egy kihívás. Én ezt most onnan tartom, hisz én valamikor megmondom őszintén, és itt az a település, ahonnan én származom, majdnem hasonló nagyságrendű fürdővel rendelkezik, mint Leányfalu. Én ugye ezt a fürdőt nagyon sok éven keresztül irányítottam, intézményvezetőként próbáltam dédelegetni, lakosgatni, utána mentem egy nagyobba és egy még nagyobba. Csináltam az öblendős beruházást. Egy idő után az emberben az a igény alakult ki, hogy egy fürdőt üzemeltetni egy idő után egy szinten legalábbis nekem különösebben nagy kihívást és problémát nem jelent. Nekem a kihívás a probléma az, hogy ami keletkezik a fürdő működése kapcsán, hiány, műszaki probléma, további fejlesztési lehetőség, na, ezek azok, amik engem legfőképpen motiválnak és mozgatnak. Tehát én azt mondom, hogy erre lehet, hogy ez lózunknak hangzik, de én ezt egy kihívásnak érzem, és én szeretnék ebben részt venni, mert úgy érzem, hogy az, amit idáig ez a fürdő produkál, ez sokkal többre képes. És én legfőképpen azt említeném meg, hogy a elhelyezkedése Budapesthez közeli helyszíne, potenciális vendégköre
ezekben én sokkal többet látok, mint jelen pillanatban ez a fürdő még most ott produkálni. És még egyszer elmondom, nem a nyári 4000 fős vendégségekre gondolok, nem inkább arra, hogy egy egyetesen elosztott vendéglátogatottság és mögötte egy biztos műszaki háttér. Én el tudom képzelni azt, és ezt egyébként le is írtam, hogy nem azt garantálom, és ezt nem is nem bevállalni, hogy a fürdő, ha érez neki az igazgatója, akkor mindig nullszaldóval fog zárni. Én lehetem nyugodtan mondani, hogy lehet, hogy lesz az időszak, amikor a fürdőre igenis pénzt kell költeni. És lehet, hogy lesz az időszak, amikor már a fürdőság pénze nem lesz elég, és akkor idegen az önkormányzat, és akkor lehet, hogy kérni kell rá pénzt. De ez mind abban a kontextusban értendő, hogy ennek a fürdőnek működnie kell még tovább, nem 5 évig, hanem még 50 évig, vagy akár még 100 évig is. Igaz, a kútat nem fogja bírni, akkor majd gondolkodik egy új kútnak a kúrásában. Talán ez lenne a válaszom az ön kérdésére, más nem. Ilyen szentesen a beruházásnak vége, ott most azzal kínoltunk, hogy felfuttassuk a vendégforgalmat. Ez nekem, mint műszaki igazodnak olyan túlságos nagy kívás nem jön. Nem én végzem. Én műzgötetek. Köszönöm szépen. Valaki? És na, még én említem megkérdés, a később képviselői munka ez összeegyeztethető lesz ezzel a távolsággal egész biztosan? Én 6. ciklusomat töltöm, mint önkormányzati képviselő. Világos, tehát nem ilyen messzire. Nem, én 10 éve kocsiban élek, és ott töltöm egyébként a képviselői felkészülésemet, számítógép, internet van. Holnap nálunk is testetődés lesz, és ott hasonlóképpen fog szerintem zajlani, ott én más szervet fog betölteni. De egyébként én ilyen vagyok, és feltem a kihívásokat, és szeretem, hogy nem nyilatkozom. Jó. Valaki? Hát akkor köszönjük szépen. 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 Igen. Dénes nem fogadja volna. Valaki Ügyes, ők ezek a rendőrségek. Valaki a adósságból egy kis viszett? Nem májult el senki? Még nem. Bemutatkozás. Nem vagy időszak, tehát nem érvényes a 3 perc. Nem tartod esetben, nem készültem Kovács Attila, hogy kiklakom a Lányfalumát műszében, a szakmának tekintő építőmérnök vagyok. 25 évig dolgoztam a kivitelezésben. A benzinkúttól kezdve színhásszerűítésig mindenféle munkákat végeztem. Ugye hallottam, hogy lesz az a pályázat kiírására készültem is, és azért jelentkeztem itt a Island igazgatói pályázatra. Hát így mondom, hogy viszonylag sokan ismernek, itt a faluban sokat mozgunk. Nem tudom, még a szakmai múltamról mondjuk el valamit, inkább talán belekezdeni a elképzeléseiben. Előjáróban szeretném elmondani, hogy a felkészülésem során információimat több csatornából szereztem be. Ugye itt látom Lányfalon használom a strandot, olvasom a helyi újságot, akkor a 2014-es évig visszamenőleg elolvastam a képviselőtestületi jegyzőkönyveket, ami a strand a kapcsolatos. Megismertem a strandnak a 2015 évi mérlegét, és Kütör Attila úrral, az igazgató úrral követem a kapcsolatot, és tőle kértem és kaptam információkat. 5 pontban foglalnám össze a pályázatomnak a lényegét.
és a felvágtató műszaki állapotát ismerem, ismerem a legsüggetőbb elvégzendő feladatoknak a listáját. Itt gondolok a katasztrófa védelm által előírt elektromos bekötésekre, gondolok vegyszertárolás és klórozó fülkének a kialakításával kapcsolatos elvégzendő munkákra. Ugyanakkor tisztában vagyok több műszaki problémának a problémával, amit a közeljövőben kell megoldani. Ugye ez a gázkufertárolónak a kérdése, a sportmedence dilatációnál elfolyó víz, akkor a sátor állapota, a sportmedence szűrőberendezésének a problémája, algásodás és a öltözők, zuhanyzóknak az állapota. Azt tudom, hogy egy 20 millió forintos pályázat lett beadva a nagymedence melletti kis öltözőnek a felújítására. Erről nem tudom még, hogy abból lett a valamit, ezek szerint nem. Tisztában vagyok a kutak állapotával, ugye a hőforrásnak 2018-ban lesz a felülvizsgálata, rendelkezik egy tartalékszivattyúval, ez nagyjából rendben van. Itt még probléma az, hogy a Ternák útnak a stranddal összekötő vezetékének a nyomvonal nem ismert, és annak a műszaki állapota sem. Tisztában vagyok a csápos kút azon problémájával, hogyha alacsony a Dunának a vízszintje, akkor kimerül, elapad, és akkor a vezetékes vízből kell pótolni, azt itt esetleg egy furt kúttal, egy artézi kúttal ez megoldható lehetne. Ismerem a fürdő humán erőforrásainak a felépítését. Pályázatomban szerepelt, hogy egy ütőképes karbantartó, fenntartó csapatot hoznék létre. Hát itt először is szeretném majd megismerni a kollégákat, és ettől függően kialakítani ezt a csapatot, és hogy is lehetne végrehajtani. Én úgy látom, hogy plusz egy fő felvételével ez megoldható lehet, de természetesen ismernem kell a képességeiket, a munkakörű leírásukat és a többi dolgot. A kiszervezett feladatokkal kapcsolatban azt gondolom, hogy a munkaügyi és munkajogi szempontból ez kedvező a cég részére. Az ígyben is kedvező, hogy jótékonyan hat az egyéb feladatok végrehajtására. Gondolok arra, hogyha esetleg, illetve véhetően megvalósul a vizsgálati akadémia, akkor ugye jóval több feladat fog majd hárulni az ügyvezetésre. Igen, ismerem a termelfűdő pénzügyi adatait, a 2015-ös mérleget néztem meg, meg a könyvvizsgálói jelentést. Ugye nőtt az árbevétel, a bérbeadásból is jelentősen nőtt a bevétel, akkor a pénzeszközök is a négyszeresére nőttek, mérleg szereti eredmény is közel 2,5-szeresére nőtt, ugyanakkor csökkentek a kötelezettségek, ugye 2018-ig kell még visszafizetni ezt a maradék 26 millió forintot kölcsön jelent, és így a mutatószámok alapján jó irányba mennek a folyamatok. A termelfűdő vezetés akkor az alábbi célok vezetnének. A nyereséges működés fenntartása, a termelkút zöggenőmentes működésének a biztosítása, a bevételek évszakonkénti eloszlásának a kiegyenlítése. Itt arra gondolok, hogy a strandnak a bevételeinek több mint 50%-a ez a nyári időszakban kerül bele a kasszába, és a maradék 9 hónapban kellene még több bevételt szerezni, és ez ügyben a fürdő fejlesztését, a szolgáltatások bővítését és igényelmeknek a számának a növelését látom megoldásképpen. Itt rá is térnék a fejlesztési elképzeléseimre. A fejlesztések irányát mind a pénzügyi, mind pedig a műszaki oldalon két tényező befolyásolja. Az egyik az, hogy a Kópi Vízilabda Akadémia meg tud-e valósulni. A másik pedig, hogy a fejlesztésekre szükséges pénzügyi eszközöket megszerezni. Hogyha a Kópi Vízilabda Akadémia megvalósul ezzel kapcsolatban, három verzióra készültem föl, vagy készülnék föl. Az egyik az, amikor az akadémia megvalósul. A második verzió, második lehetőség, hogy az akadémia valamilyen okból kifolyólag nem tud megvalósulni, de a kapcsolat megvan a Kópi Kft-vel, és a harmadik verzió, hogy a Kópival esetleg nem folytatódik az együttműködés. 2017-ben
előbb is hallottuk, májusában megszűnik a, vagy lejár a szerződés, így mindenféleképpen egy szándéknyilatkozatot szeretnék megkérni a Kópi Kft. Vezetőitől, hogy, hogy a továbbiakban rendesen a munkát folytatni. A fejlesztések iránya, épületfejlesztés és épületkorszerűsítést látnék, hogy ez szükségszerű, élményelemeknek a létrehozása. Azért gondolom, hogy ez fontos lenne, mert a téli időszakban, ugye a nyári időszakban már nem lehet tovább terhelni a strandnak a látogatottságát, mert ez gyakorlatilag megtelt. Tehát a téli időszakban kell olyan elemekkel becsalogatni a vendégeket, ami érdemes idejönni. Erre majd később visszatérünk, hogy pontosan mik ezek az élményelemek. Energetikai fejlesztéseket látom, hogy a szükséges lenne. A energiaigénye a strandnak az nagyon magas, ugye 1 megawatt, tehát kb. 34 millió forint egy évben. Napelemek felszerelésével, oda-vissza mérő óra telepítésével, ez becsülésem szerint 30-35%-kal csökkentető lehetne. A sportmedencét kellene javítani és a szűrőberendezésével foglalkozni. A strandmedencét is kibővíteni élményelemekkel, inkább ilyen csúszdára gondolok, és megfontolandó lenne a strandmedencének a téli lefedése is. Ez amiatt, hogy itt is szintén a téli időszakban, ugye ez a medence viszonylag jól teljesít, tehát nyáron mindig tele van, az elő- és utószezonban is sokan használják, hogy ott is vannak ilyen élmény elemek, ez a nyakmasszírozó, meg ez a húgyborékon, olyan pontos meg annak. És úgy vettem észre, hogy a nyugdíjasok is szívesen használják. A téli időszakban, hogyha ez lenne fedve, akkor én azt gondolom, hogy, hogy akkor is igény lenne rá, és a aktív nyugdíjasok is szívesen használják az időszakban. És ugye az egyik fontos kérdés, a legfontosabb kérdés a fejlesztések során a fejlesztések forrásai. Uniós pályázati forrásokat és fejlesztési pénzeket és visszaemlítendő pályázati pénzeket vennék igényben. Ugye most tudni lehet, hogy a kormányzati szándéknak megfelelően a uniós pályázati pénzeknek a maradék, közel maradék 30%-át még ebben az évben kiírják, ezt már el is kezdték kiírni. Most októberben is, de novemberben is találtam jó pár olyan összesen négyet, ahol lehetne az irányban pályázni, ezek energetikai pályázatok, turisztikai pályázatok, megújuló energiával kapcsolatos pályázatok és a versenyképesség növelésére kívülő pályázatok. Banki hitelfelvételét is elképzelhetőnek tartom. Itt meg szeretném jegyezni, hogy a társaságnak a valós értékének a bejegyzését ezt jól nem minden hamarabb megcsinálni. Ez ugye abban a szempontból lenne szerencsés, hogy a hitelezésnél kedvező megbízást kaphat a cég. Az önerőnél számítanék a tulajdonosnak a segítségére. Megjegyezném, hogy a TAO törvény az megváltozott idén március 30-a környékén. Itt a Vízilabda Akadémiával kapcsolatos megvalósulással kapcsolatban ez érintheti ezeket a dolgokat, erre majd később visszatérni. Tehát most elmondanám, hogy ugye a látványcsapat sportoknál, hogyha az önkormányzat áll és egy tavópályázaton indulnak, akkor a jelzáló hitelt nem kell beérezni, ez most március 30-ától érvényes, úgyhogy ez érintheti most a önkormányzat és a KOP-kkal kötött szerződést is. Erre nincsen információ, hogy így lehet ebbe ezt a pályázatot is, hogy ez érvényes lesz rá. Más hitelek felvételét is lehetségesnek tartom. Több kedvező hitelkonstrukciók vannak, például az OTP Hungaro projektnek van egy ilyen fejlesztésekre irányuló hitel lehetősége, az MFB-nek van hitelei és pályázatai, a turizmus ZRT-nek is szintén.
kockázati tőkebefektetőket sem felejteni, mert ugye tőkerészt vagy tulajdonrészt kérnek, hát itt az önkormányzatnak a állásforrása szükséges, hogy ez lehetséges vagy nem. És az élményelemek fejlesztésénél olyan fajta élményelemeket gondoltam és találtam, ami még Magyarországon nem nagyon van, és ezeknek a megvalósítása az azt gondolom, ilyen startup projekteket lehetne, projektfinanszírozásokat lehetne igénybe venni. Ez például olyan sófürdő, ami nem nagy beruházással megoldható lenne, akkor sörfürdő, ennek Csehországban, Ausztriában van nagy hagyománya, most már Magyarországon is, a Széchenyi fürdőben is van egy hasonló, ilyen, hát nem sörfürdő, de egy kombó fürdő, úgyhogy ennek nagy. Azt látom, hogy ebben nagy potenciál van. Ugye fölmerült, hogy van ez a kisebb probléma, hogy a kitermelt vízből a gáz felszabadul, ez széndioxid, és akkor ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy Nácsadereskén van ez a Mofetta nevezetű ilyen széndioxid fűző. Ez szintén egy olyan beruházás, viszont nagyon kevés költséget igényelne, vagy beruházási pénzt vinne el. Ez gyakorlatilag egy fölalakú, egy méter mély, nem is medence, csak egy gödör, amit széndioxiddal kell megtölteni. És összevetettem, hogy egy ilyen széndioxid kezelésnek az ára, amit az LPS vagy a egészségpénztár is támogat, ez 1700 forint 20 percre, még úgy létes Sandbőn épül 1850 forint egy egész napos rét, tehát ezt elgondolkodni, hogy ezt nem lehetne csinálni. És azt tudom, hogy az ivóvíz minősítése nincsen meg a termálkútnak. Én el tudom képzelni, hogy azt is meg lehetne szerezni, és azt hiszem már évben is volt egy szó ivóvízként palackozni ezt a termálkútot. Úgyhogy röviden ezek a elképzeléseim. Várom a kérdéseket, hogyha van. Köszönjük szépen. Mavi? Köszönöm szépen. Mielőtt kérdést tennék fel, lehet, hogy elkerült a figyelmemet, de a pályázatában, mintha nem találkoztam volna a kockázati tőkebefektető bevonásával, de tudomásom szerint eleddig sikerült bármiféle nyílt vagy burkolt strandértékesítést részben vagy egészben elkerülnünk, és úgy vélem, hogy ez most sincs napirenden és nem került szóba. A falu egyszer döntött, hogy ezt a fürdőt meg kívánja tartani, és részemről én ehhez a későbbiekben is ragaszkodni szeretnék. A kérdésekkel kapcsolatban pedig nekem az lenne a kérdésem önhöz, mivel a benyújtott anyagából világos, hogy felsőfokú gazdasági vagy műszaki szakirányú végzettsége a strand vonatkozásában nincs, pénzügyi végzettsége nincs, gyakorlata gazdasági társaság vezetésében nincs, mert 91 óta egyéni vállalkozó. A termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatos műszaki követelményeket egyébként nagyon tiszteletre méltóan tájékozódott ebben az ügyben, és így közvetetten Cucor Attila igazgató úrnak is megköszönöm, hogy felkészítette a pályázókat, de ez ennek csak egy töredéke része az ön elképzelése, és nekem komoly aggályaim vannak abból a szempontból, hogy maga alá mind gazdasági, pénzügyi, mind műszaki szakemberekre szükség lesz, hogyha ennyire nincs sem képzettsége, sem gyakorlata a fürdő üzemeltetésében és vezetésében. Ezt mégis hogy képzeli el? Hát én képesnek tartom magamat erre. Ugye olvasom a pályázati kiírás, amiket ön felsorolt, ez valóban így van. Ahogy a pályázati kiírás olvastam, én ezeket láttam, és azt gondolom, hogy ezeket el tudom látni ezeket. Köszönöm. Nénes. Említette, hogy sürgős lenne a társaság valódi értékének a megállapítása. Mire gondol pontosabban? Hát arra gondolok, hogy a 2000, amikor megalakult a Kft., akkor a 2003-as évben tudomásom szerint 8 millió forinttal van mondjuk meghatározva a termálkútnak az értéke. És hát én azt nagyságrendekkel komolyabb értéknek gondolom, mind a műszaki értékek, amik ott vannak, és mind pedig az eszmei értéke.
Ez részben azért gondolom, hogy ezt helyére kéne tenni. Úgy tudom, hogy a medencék és az összes többi érték sincs rendes értéken, ez föltüntetve a könyvekben, és ezáltal én azt gondolom, hogy magának a termálfüggőnek az értékét ezt így a helyre lehet tenni. Ez mind később a befektetők, mind a hitelfelvételi ügyletek ügyében, és úgy egyáltalán a hányfajú érdekében. Köszönöm szépen. Ember, hogy a kiszervezés és erőközötti van nyilatkozik, tehát a PHC-mi erről az álláspontja, tehát a különböző funkcióknak kiszervezése. Igen, hát tudom, hogy azt a 4 vagy 5 tétel az, amit érint. A könyvelés, ami kiszervezés alatt áll, én azt gondolom, hogy per pillanat a strandnak, a termálfüggőnek a könyvelési munkáit teljes állású könyvelőnek nem kéne ezt el, vagy nem, tehát annyi munkát nem ad. Viszont az az előnye is megvan ennek a kiszervezett dolognak, hogy a felelősséget az a cég vállalja, aki ezt végzi. Akkor ugye van a jogi része, annyi jogi ügylete nincsen jelenleg a cégnek, hogy egy külön vállalati jogást kéne alkalmazni. Akkor ugye vannak a takarítók, itt láttam kisebb problémát az ügyben, hogy gondolom, hogy lehet a probléma, maga a probléma az, hogy a takarítás elvégzésének a minősége, azon lehetne javítani. Itt megnézni magát a szerződést, és szerintem egy gyakoribb ellenőrzéssel ez a probléma, ez orvosolható lehetne. Akkor ugye vannak még a őrzővédést végző kiszervezett alvállalkozók. Itt a felelősség kérdése is szerintem optimálisabb, hogyha ezt egy külön cég végzi, és úgy tudom, hogy ebből nagy problémák nem voltak. Azt tudom, hogy volt valami lopási eset, amikor a porciót elloptak, akkor lehet tudni arról, hogy a beléptetésnél vannak kisebb problémák, visszaélések a karszalaggal, a bélettel. Ez ügyben, de ezt szerintem ez biztos, hogy mindig is lesz, egy kicsit szigorúbb szabályok vezetésével talán ezzel lehet csökkenteni. Akkor van az úszómesteri munka. Itt is a felelősség kérdése miatt is akár indokot lehet, hogy ezt ők végezzék. Én, amit tapasztaltam, mindig láthatóak voltak, mindig ott voltak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a cég szempontjában ez kedvező. Köszönöm szépen. A másik kérdésem pedig hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, ez jó volt. Az ön elmúlt múltjában vannak-e ilyen tapasztalatai, tehát vette részt pályázaton, írt-e sikereket az ügyben? Igen. Hát pályázatot nem írtam, ez ügyben saját tapasztalatom nincsen, viszont olyan szakmai háttér van mögöttem, tehát olyan barátokat tudok mozgatni, és olyan kapcsolati tőkével rendelkezem, hogy nagyon könnyen ezt bármikor el tudom indítani, és én azt gondolom, hogy sikeresen ezt létre vinni. Köszönöm szépen. Valaki? Köszönöm. Kedves Attila, régen ismerjük egymást, ezért tegeződve teszem fel a kérdést, hogy van-e elképzelésed arra nézve, hogy feltehetően az a strandfürdő lányfalú idegenforgalmának a húzó ereje és vonzó ereje. Miként tudnád ezt a strand tevékenységét beintegrálni lányfalú egész idegenforgalmi tevékenységébe? Figyelembe véve azt, hogy a strandon ne úgy érkezzenek esetleg más településről az emberek, hogy reggel jönnek és kicsomagolják a jobb esetben CBA-ba vett parizert, és utána este hazamennek, hanem hogy itt egynél több, 2-3 vendégészakát is eltöltsenek, és ebben látod-e a strandnak a szerepét, hogy ez így legyen? Igen, látom. Hát abban látom, hogy elsődlegesen mindenféleképpen fejlesztéseket szeretnék eszközölni. Az, hogy itt éjszakát töltsenek el, én azt hiszem, az egy jóval hosszabb távú fejlesztést igényel, mert én úgy tudom, hogy Lányfalon azért
olyan sok vendég szálláshely nincsen. Tehát ez későbbiekben úgy tudom elképzelni, hogy akár nagyobb, tehát ezt kéne fejleszteni, és az, hogy a strand vonzó legyen és érdemes legyen idejönni, azt gondolom, hogy a fejlesztésekkel lehet ezt elérni, ezekkel a látványelemeknek a elhelyezésével, és az olyan marketing tevékenységgel, hogy az emberek érezzék azt, hogy érdemes ide jönni, érdemes miért ide jönni, nem csak valóban egy napra, hanem akár többre is. A pályázatomban szerepelt egy hosszú távú terv, hogy ha sikerül ezeket a fejlesztéseket véghez vinni, akkor akár későbbiekben a EP finanszírozásos egészségcentrum is lehessen. Ugye itt én azt gondolom, hogy alkalmas ez az nem ez az épület együttes, de egy átépítés során alkalmas lehet ez az épület együttes egy ilyen nagyobb beruházásra, és akkor mindenféleképpen azt gondolom, hogy elérhető az, hogy többen jöjjenek és vendégészakát töltsenek le itt. Valaki? Akkor én kérdezem, hogy tehát ugye ezek a kérdések bennem is elmertek, én is tegeződnek, mondom, hogy erre én is lennek. Hát, hogy ahogy valamit föltett, tehát én őszinte vagyok, miután én is hasonló elveket hallok, hogy milyen ők az talán szerteágazó, és én műszakilag jobban örülnék, de itt azért a te korábbi életedben azért ilyen munkajogi vagy akár ilyesmi ehhez kapcsolódó dolgok, gazdasági vagy könyvelési, ilyesmi ismeretek is itt azért szükségelhetnének. És neked ugye a mint építőipari vállalkozónak ezek nem nagyon vannak. Ezek valóban nincsenek meg, mint ahogy azt mondtam a képviselőasszonynak is, de azt gondolom, hogy szerintem viszonylag könnyen tanulok, és az a helyzet, hogy tényleg egy olyan szakmai segítséggel rendelkező szakmai és kapcsolati tőkével, akik ezek közel hozzátartozó barátaim, akik szívesen segítenének és itt elindítanának az úton. Tanulnunk kell, tehát ezt beismerem. A pályázati kiírásban, amiket ott találtam, nem gondoltam, hogy alkalmas vagyok erre. Az a része is részemre a nagy kihívás, hogyha ez az akadémia megvalósul, hogy ott velük mennyire kell együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy ezért a pályázatban úgy érzem, hogy ez lenne. Csere Erzsébet vagyok, Leányfalun 2012 éve élek, 4 gyerekem van, abból 3 járt ide általános iskolában, és használta a strandot is, részben úszásoktatás, részben pedig Sanyi bácsi tábora révén, és személyesen is használtam a strandot, így vagyok történelmi és érzelmi kapcsolatban a strandal. Az előző életeimben, amire egy utalás is történt, 40 éve dolgozom, sok helyen dolgoztam, varrónőként kezdtem, 4 diplomát szereztem, ez jog, közgazdaságban, konfliktuskezelés, mediáció és tréner. Ezeket használtam a vállalkozásaim tevékenységem során, dolgoztam fékséget alapítottam, szerveztem, telepítettem az ország különböző részén. Nem volt feladat, hogy mindent leírjak minden vállalkozásommal kapcsolatban, írjak valamit. Ahogy a gazdaságban, a társadalomban voltak könnyebb és nehezebb időszakok, természetesen az én életemben is voltak könnyebb, és a változásaim életében is voltak. Ezzel együtt mindegyikre büszke vagyok. Nincs ellenem büntető eljárás, az erkölcsi bizonyítványom bizonyítja. Nincs ellenem végrehajtási eljárás, nincs ellenem per, vagyonjogi per. Minden egyes gazdasági tevékenységemben igyekeztem a legjobb tudásomat hasznosítani, örömteli szervezetet létrehozni, és mindenhol szerettem volna megvalósítani társadalmi értéket.
Így például az elhíresült Tokod üveggyár is. A feladataink közé tartozott a vége felé a deutalizáció, a végelszámolás. Ezért lehet az, nem tudom pontosan, mire gondolt a képviselő asszony, hogy ha végelszámoló vagyok egy társaságnál, amelyik aztán felszámolásba kerül, akkor bizony az én nevem mellett jelennek meg a színek. Annak ellenére, hogy nem az én tulajdonomban van, nem én voltam az ügyvezetője. Tehát ezek lehetségesek. Ha egy társaságban, amiben voltam, volt korábban végrehajtás, vagy volt adott tartozás, ami egyébként veszük, és visszavonták, akkor is lehet ott egy rózsaszín. Tehát a mai nyilvántartási rendszerek, a banki rendszerek számára is mutatják azt, hogy az elmúlt 10 évben, 5 évben adott van a feldolgozás, az illetőnek milyen az előző élete, és azok a társaságok, azok benne volt azok az élete, hogyan alakult. Én azt gondolom, hogy valóban színes lehet ez, de nem lehet különböző a többiekétől, akár azokétől, akik itt ültek. És gondolom, hogy mindenkivel kapcsolatban lekérték ugyanezeket az információkat. Tehát látható akkor, hogy az is ugyanilyen színes lehet. Tehát az utóbbi időszakban a feladataim közé tartozott a reorganizáció. Így reorganizáltam például egy felszámolás közeli pénzügyi vállalkozást, amit úgy hívnak, hogy Global Faktor, aminek a tulajdonosa lettem, és eredményesen értékesítettem is 2012-ben. Egy nyírgersei vágóhidat felszámolásból reorganizáltunk, értékesítettük, és most nyereséges több munkahelyet teremtő vállalkozást a Hozzak mennyire. Reorganizáltam a Botelja klubot, ott volt egyébként wellness szálloda és fürdőszolgáltatás szálloda szolgáltatás. Az most bővített beruházással a Milton tulajdonában működtetett szálloda. A Karamell szállodában, ami bükkfürdő, mint csillagos wellness szálloda, szintén részt vettem a fejlesztésben, ott egy ilyen kalandpark épült, és most valósul meg a bővítés, most adják át. Ott a menedzsmentnek a fejlesztésében is részt vettem, hiszen minden bővülő és minden korszerűsítés másfajta szemléleti hozzáállást igényel a vállalkozótól és a tulajdonostól is, és a menedzsmenttől is, a konkrét vezetőtől és a munkavállalóktól is, hogy felzárkózzanak a színvonalas tevékenység biztosításához. Én azt gondolom, hogy ez az életút, ez a rengeteg tapasztalat, ez éppen izgalmassá teszi számomra ezt a kihívást, hiszen itt is az a feladat, közvagyonról van szó, tehát közvállalatról van szó, és ebben társadalmi értéktöbletet kell termelni ennek a vállalkozásnak, miközben nyereségesen kell, de mondjuk non-profit jelleggel a talpán megállni. Azt gondolom, hogy ez a strandfürdő, ez alkalmas ennek a célnak a megvalósítására, és úgy érzem, hogy a meglévő eredmények, az elmúlt időszaki fejlesztések, erőfeszítések és a meglévő szakembergárda összességében és lényegében alkalmas arra, hogy közösséget formálva, egy kicsit motiválva, megmozgatva megvalósítsa azt a célt, hogy ebből egy olyan strandfürdő legyen, hogy Leányfalu méltán büszke lehessen arra, hogy miért tartja meg a saját vagyonként ezt a fürdőt. Itt az előbb az elsőként meghallgatott pályázóval és vitába keveredtem, amikor ő kijött és elmondta a véleményét arról, hogy az önkormányzatnak kell ebbe pénzt tenni, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ha kiindulunk abból, hogy ki a piac, tehát kik a szereplői, ki a vevői, kik a fogyasztói ennek a strandnak, akkor abban azt kell látni, hogy a fogyasztók 5%-a képezi mindössze a leányfalui lakosságot. Tehát, ha a leányfalui adófizetők pénzéből az önkormányzattól azt várjuk el, hogy sokkal többet támogassa a strandot, mint ahányan az állampolgárai igénybe veszik, a polgári igénybe veszik, akkor egy olyan típusú adóátcsoportosítás, jövedelem átcsoportosítás jelenik meg nem itt lakók számára, ami szerintem megengedhetetlen, tehát szerintem nem úgy kell gondolkodni, hogy az önkormányzat tolja bele a pénzt, hanem úgy kell gondolkodni, hogy ennek a strandnak meg kell oldania a non-profit jellegű működését. Tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy nyereséget termeljen az önkormányzat számára, de azt mindenképpen minimális célként ki kell tűzni és el kell érni szerintem a menedzsmentnek és az ügyvezető felé ezt meg kell fogalmazni,
hogy az önkormányzattól nem kérhet, nem kaphat tartósan támogatást. Ez létezhet, hogy átmenetileg, mert a 100%-os tulajdonában van, és felelős a likviditásáért, átmeneti segítséget, de ez nem lehet visszanemtérítendőként átadni, hanem legfeljebb egy rövid ideig likviditás segítő hitelként kell kezelni. Tehát azt gondolom, hogy az önkormányzat nem felelős ebben a kérdésben. Tehát olyan szellemben kell ezt a strandot működtetni, hogy mind a bevételek oldaláról bővíteni kell a szolgáltatást, és bevételt kell növelni, mint pályázati oldalról, tudom, hogy most ez szűkös kérdés, de mindig résen kell lenni, tehát pályázati oldalról kell, meg vannak támogatók is, akiket fel lehet szponzorok lelni, akiktől pénzeket lehet akár a fejlesztésekre szerezni. Tehát én azt gondolom, és én ezzel a szellemmel vállalnám el ezt az ügyvezetői feladatot, hogy ezt a feladatot tőlem számon lehet kérni, felé meg lehet fogalmazni. Tudom, hogy sok olyan gond van, ami műszaki jellegű probléma és fejlesztésre szorul, pótlásra szorul, ha úgy tetszik. És azt is láttam a mérlegből, kiolvastam a mérlegből, hogy úgy tudott nyereséges lenni és likvid lenni a vállalkozás, hogy bizony-bizony bizonyos fejlesztéseket, karbantartásokat nem tudott megvalósítani a jelenlegi vezetés, hiszen terheli egy hitel visszafizetési kötelezettség, ami legalább 2 évig nyomja a terhét a strandnak, és addig alig tud valamit a fejlesztésre fordítani, ha fordító bevételek nem keletkeznek, vagy pótlóforrások nem keletkeznek. Tehát azt lehetne mondani, a jelenlegi helyzetben körülbelül 2 évig inkább egy lelkes helybenjárás lesz jellemző erre a vállalkozásra. De ebben az időszakban kell megoldást keresni a kopjával való együttműködésre, és végérvényesen eldönteni, hogy mi a viszony az önkormányzatnak, mi a viszony a kopjával való együttműködésre, ott milyen fejlesztés valósul meg. Ugye a TAO 2-nek a kérdése, ami a működtetés támogatáshoz is hozzá tud járulni, jelen van, mint lehetőség. Nyilván ez meg, ha arra lehetőséget kap a kópi, hogy a TAO 2-ből a működést tudja finanszírozni, akkor abból fel lehet újítani a meglévő 50 méteres medencét is. Tehát ez egy jó megoldás lenne. Tehát a kópi valahol együttműködés az alapvetően fogja meghatározni, hogy milyen irányba tudunk menni. A másik kérdés számomra, hallatlan izgalmas kérdés, hogy a wellness szállodának a kialakítása, beruházása hol tart. Mert az egyik félelmem az, hogyha nem jól kötjük a szerződést, akkor a wellness szálloda fizetőképes vendégeket elviszi a strandtól. Holott erre van példa az országban, hogy lehetne összenyitni egy wellness szálloda működését, és az ottani vendégek inkább befizetői, fogyasztói lehetnének a strandfürdőnek, és ilyen módon bevételnövelést hajtanak végre. De ugye ez nem holnapi probléma, de már a gondolkodásban, az előkészítésben szerintem arra 4 évre esik, amiről mi beszéltünk. Tisztában vagyok azzal, hogy az ügyvezető igazgatónak az a feladata, amit a testület eldönt, hiszen a testület a tulajdonos, ő hozza a döntéseket. Az ügyvezetőnek javaslattevő és véleményezési jogosítványa van. Az, hogy ennek keretén belül, amit a üzleti tervben vagy a határozataiban a testület jóvá hagy, ennek keretén belül egy menedzser, egy ügyvezető hogyan tud hatékonyan működni, azt gondolom, hogy ebben valóban van jelentősége az interaktív közönségkapcsolatnak, akár Facebookon keresztül, akár más megoldáson keresztül, akár a marketingen keresztül, amiről egyébként itt az elején még szó volt. Tehát azt gondolom, hogy van abban tartalék, hogy megszólítsuk a környezetünket. És ennek lehet eredménye egyébként, hogy többen fognak járni a leányfalvi lakosok közül a strandra. Persze annak feltétele legyen tisztább, legyen jobb szagú, stb. És azok a higiéni kérdések, illetve bővítések, akár a szabadtéri játékok, a szabadtéri bútorok, stb. Ami kicsiben ruházást hoznak, de mégis a jó érzést azonnal tudják segíteni. Ezek is hozzá tudnak ehhez járulni. Nem tudom, hogy igyekeztem rövid lenni, hogy de nagyon húzódjon el a kérdésekre, szívesen válaszolni. Köszönöm szépen a részleteket. De azért én feltennék egy pár kérdést, és bocsánat, hogyha csapongani fogok, mert egy kicsit sok tömörlött össze az utóbbi 2 napban. Felolvasnék egy részletet,
egy 2012. március 6-án a Magyarországgyűlés elnökéhez Kövér Lászlóhoz intézett írásbeli kérdésből, amely szerint ön egyebek mellett aktív szerepet vállalt a tisztiorvosi szolgálat laboratórium hálózata jelentős vagyonvesztéssel járó privatizációjában, a 48 millió forintért megvásárolt és 2 éven belül 1,5 milliárd forintért értékesített cégbirodalom átjátszásában, mely ügyben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára Szócsai Miklós úr feljelentést is tett. A dokumentum szerint részben vagy egészben tulajdonolt céghálózata 2011 tavaszán még mintegy 1,5 milliárd forint állami támogatáshoz is jutott. Ön azt mondja, hogy nincs ön ellen büntetőeljárás, láttam az erkölcsi bizonyítványát. Érdeklődni szeretnék, hogy ennek a feljelentésnek és az államtitkárság vizsgálatának mi volt a vége. Ez az egyik kérdés. Na, akkor ettől álljunk meg. Jó, akkor... rendben, válaszol. Amikor az ANTS laborhálózat privatizációjára sor került, akkor én az IC banknak, amelyik maláj tulajdonú bank, ma Magnet banknak hívják, annak voltam az értékesítési és fejlesztési igazgatója. Egy év. Igen. Ekkor fordultak hozzám azok, akik privatizálták az ANTS laborhálózatot, hogy finanszírozást vállalna-e a IC bank. Akkor én megvizsgáltam a mérlegadatokat, és azt a javaslatot tettem, hogy én szerintem a mérlegadatok alapján rengeteg adósságállománya rendelkezett az ANTS laborhálózat. 48-50 millió forint körül van körülbelül az a reális értéke a vállalatnak, amiért érdemes lenne megvásárolni. Erre minden tovább nélkül nem tartjuk kockázatosnak, a bank kiadja a hitelígérvényt. Ezzel a hitelígérvénnyel többen magukkal pályáztak a pályázók, így kerültem én ebbe a képbe, és miután megnyerték a levezetés alapján a pályázatot, ezek után kötöttek velük szerződést. Én az ANTS labornak nem voltam tulajdonosa, az IC banknak voltam az igazgató, és kiállítottam a hitelígérvényt, és a hitelszerződést írtam alá. 2010-ben volt a végének egy... Válaszra fogadható? Az a baj, hogy én nem nagyon értek ehhez. És van egy cikk, amelyik részletesen lefesti 2010-ben... De ez érdekes. 2010-ben lefesti az ön részvételét különböző ciprusi cégekben, átjátszásokban, egyik cég tulajdonosa a másikban, én építész vagyok, de azért felmerül az emberben, hogy 9 munkahely egy eltelt munkaidő alatt, és kizárólag tanácsadások, és közben egészen a parlamentig eljutó interpellációk és vizsgálatok mégis hogyan zajlottak, és miért vetültek ezek az árnyak önre? A válaszolatok? Igen, most akkor egy válasz. Nagyon egyszerű. Mert én a KISZ-KB titkára voltam, és ezt nagyon nehezen fogadták el, és ott is ebben a cikkben az jelent meg, hogy Bodáni Cseh Erzsébet, aki a Kommunista Ifjúsági Szövetség egyedül az érvényítése volt hívva, KISZ-KB titkára volt. Így keveredtek bele. A mai napig ezzel kapcsolatban semmilyen nyomozás nincsen, ellenem még tanúmeghallgatás se volt, és semmilyen gyanúsítás nem volt. Ez volt a feladatom ebben, hogy a hitelígérvényt kiadtam és a hitelszerződést aláírtam. Jó, akkor másik pedig, amit még kérdeznénk itt, felsorolja. Szeretném elmondani egyébként, hogy 1985-ben voltam a Közközpéti Bizottságának a titkára. Ez számomra indiferens, a gazdasági háttér és múlt, ami... azért mondom, mert ez benne volt a cikkben. Az nem említettem. A másik pedig azt szeretném kérdezni... Levetettek azt a részét. Tehát felsorolja, hogy ön szerint ennek a fürdőnek nem szabad az önkormányzat finanszírozására számítania. Nem tudom, tudja-e, hogy az országban körülbelül 2% olyan fürdő van, amelyet az önkormányzata nem támogat. És ez a miénk fenntartó volt eddig, legalábbis az utóbbi időben. Az elmaradt fejlesztések valóban részben ennek is köszönhetőek, de elsősorban az eltelt 40 esztendőnek.
és ez a mi tulajdonunk, és sajnos a leányfalusi jogfolytonos önkormányzat, vagyis még mi is, hibásak vagyunk abban, hogy ennek a fürdőnek sem a fenntartási, sem a rekonstrukciós munkái nem történtek meg, és olyan állapotban van, amilyenben, bár az eltelt hét esztendőben jelentős változások történtek ebben is. Amit én föltennék kérdést, hogy... Csak mondja, gondolom. Hogyan gondolja ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósítását úgy, hogy önnek sincs sem szakirányú műszaki képzettsége, sem termálfürdővel kapcsolatos tapasztalata, sem vezetésben, sem a terminus technikusokban és a szabályzókban, és fürdővezetői gyakorlata sincs, és a gazdálkodó szervezetekben, amelyeket itt felsorol az önéletrajzában, ez mind a 9, igazából mindegyik kizárólag tanácsadásra, reorganizációra, mediációra és egyéb szép szavakra fordítható le, licenszérték, értékesítés, szerkezetátvilágítás. Elnézést kérek, familiáris leszek, ezzel a hasonlattal már egy másik vonatkozásban értem is. Van egy tréfa, ami szerint tanácsokat lehet adni, csak a libák döglenek. Hogyan képzeli el a műszaki hátteret ezen a strandon akkor, amikor önnek víziói vannak, meg kell ezt szervezni marketinggel, de a műszaki háttér hiányzik. Amennyiben ön mögé komoly műszaki gárda vagy vezetés szükséges, ez az önkormányzatnak és a strandnak újabb komoly ráfordításokat fog jelenteni. Viszont ebben önnek tapasztalata nincs. Akkor hagyjuk válasz. Igen, ez három kérdés volt igazából, ha jól struktúráltam. Az egyik az, hogy én valószínűleg semmilyen módon nem vagyok ennek alkalmas ügyvezetőnek. A 9 hely, ahol dolgoztam, ott én mindenhol első számú vezető voltam, vagy második számú vezető. Csak felső szintű vezető voltam, menedzser. Tehát nem azt jelenti, hogy mindig más csináltam, hanem mindig ugyanazt csináltam. Hiszen azt, hogy az ember a rábízott vagyont, azt hogyan kezeli, hogyan gyalapítja, hogyan reorganizálja, az bizonyos szempontból ugyanolyan funkcióra, ugyanolyan követelményeket támaszt. Ez egy szakma, a menedzsment, ezt tanítják is egyébként. Én erre büszke vagyok, amit csináltam, és meg kell tudnom, hogy a legnehezebb valamit reorganizálni. Tehát pénzügyi válságból, felszámolás közeléből valamit felhozni, működtetni, én azt nem teljesítőnek tartom. Azt mondta, hogy döglenek a libák. Például a nyírgelség vágóidon valóban vízi szárnyas vágás volt, és ott döglenek a libák, mert olyan jól sikerült az a fejlesztésünk. A műszaki háttér. Azt gondolom, hogy a menedzsernek nem az a feladata, hogy amikor a kút elromlik, vagy a kút levegősödik, akkor beüljön a kocsiba, hogy három utcával fejjel menjen, és ott kieresz a levegőt. Nem hiszem, hogy ez a feladat, mert ha én ezt csinálom, akkor nincs, aki menedzselje a fürdőt. Nekem az a feladatom, hogy a meglévő műszaki gárdát azt hagyjam dolgozni, illetve az ő igényeiknek, karbantartási terméknek megfelelően próbáljuk megteremteni hozzá ütemezetten a forrást. Ez az én feladatom, nem helyettünk dolgozni. A legjobb vezetői, a legrosszabb vezetői hozzáállás az lenne, hogy én akarok mindent megcsinálni, mert azt gondolom, hogy én tudom mindent a legjobban. Tehát ezt nem is szeretném. A finanszírozás kérdés. Szerintem ez egy elvi kérdés, hogy az állampolgárok pénzét mire használja a testület. Arra használja, hogy az 5%-ban lakosok által használt vagyonelemre 50%-ban fordítson pénzt, és ezzel mindenkinek a belépőihez hozzáadjon pénzt, vagy pedig azt várja el tőlem, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy csak annyit kelljen fordítani, vagy még annyit se, amennyit a jelenlegi lakosok használják ezt a fürdőt. Én elhiszem, hogy van lemaradás ebben. Nem vitatom, hogy az önkormányzatnak, mert ez a saját vagyon és saját kincs, amire büszke lehet, kell fordítani. De azt, hogy örökre odaadja a pénzt, ezt én nem támogatom, mint itteni lakos állampolgár sem, aki ide fizetek adót. Tehát az én adómat az önkormányzat ne pazarolja el másnak a jólétére. Nem tudom, hogy érthető-e. Nyilván megér valamennyit az, hogy Leányfalu büszke lehet arra, hogy újra strandja van.
jót, kerékpáros turizmus, teljesen mindegy, hogy beletesz az egészet kapcsolni. Hogy erre büszke lehessen, mint ahogy van kultúrháza, és büszke arra, hogy van kultúra, van jó iskolája és óvodája, és erre büszke. Van jó benzinkútja, és ezekre mind büszke. Ez nyilván megér valamennyit az itteni állampolgároknak, de azért a strandot nem szabad fenntartani az önkormányzat pénzéből, hogy legyen. Én azt kérem, aki hozzászól, az ne a Gabinak a kérdésére reagáljon, jó? Erre nem kell, hanem kérdezzem, jó? Okay. Dénes? Nekem egy olyan megjegyzésem benne, hogy a finanszírozás kérdésében nem ma este kell döntenünk, tehát nyilván ez húszasan, több idő alatt közösen kidolgozva a stratégiát. A másik pedig nem hozzászólva itt senkinek a szereplésére, az lenne a kérdése, hogy pártatlan legyen a meghallgatás. Köszönöm szépen. Képviselő úr. Köszönöm a szót, Perázi Pál Adorján vagyok, már nem találkoztam. Én azon képviselő vagyok, aki ebben a bizottságban nem vett részt. És már előbb említettem, hogy az éjszakáimat meg az előző képviselő, vagy előző szakigazgatókkal töltöttem. Nagyon keveset tudok erről. Az anyagát elolvastam, nagyon jónak találtam. Meg kell mondani, hogy nagyon örülök, és egy kicsit bánom, hogy ugye az elejétől nem tudok bekapcsolódni, mert akkor több információval dönthettem volna minden irányba, de azt is elmondom önnek, hogy nekem az leadott anyagból kellett dönteni, és amit én összeszedtem, és én úgy gondolom, hogy annyi műszaki problémája van a strandnak, hogy ezért én szavazatom, hiába titkos, de mindenkinek elmondom, mert én itt tartok tisztességesnek, az én vonatkozásomnak, hogy sajnos nekem a műszaki problémák megoldása, inkább egy műszaki ember van szükségem az én olvasatomban, de hogy teljesen korrekt legyen a dolog, nagyon szépen köszönöm, hogy ön csinált, boldoggá tett az éjszakámat, ritka pillanatok egyike. Köszönöm szépen. Interaktív, persze. Annyit szeretném, Budapesti Halisten gyárban dolgoztam, valahogy úgy alakult, hogy vezérigazgató helyettes gazdasági tanácsadója voltam. És a budapesti Halisten gyárnak a vezérigazgatója mérnök volt. Az én diplomamunkám akkor arról szólt, hogy mi az a funkció, amit egy Halistennak tudnia kell, és amit még a vevők megfizetnek. Ez egy nagyon-nagyon fontos példabeszéd lesz. Tudnék a Szuroveszni, aki mérnök, őt nem érdekelt, hogy idáig ér a női Halisten a drág. Ugyanakkor, amikor mentek fel már az árak, az fontos volt, hogy bizony ez lehet 5-10 centivel alacsonyabb is. A menedzsernek az a feladata, hogy eladható árut hozzon létre a kívánatos funkciókkal együtt. A mérnöknek a tökéletességre való törekvés a feladata. Én kívánom, hogy találják meg azt a mérnököt, aki a gazdaságosságra is tudott a figyelni. Csak egy mondat, ez az én véleményem, nem a képviselőtestületé. De én úgy gondolom, hogy én egy őszintén mondtam azt, hogy mire lehet számítani. Nagyon szépen köszönöm a példabeszédet, imádom. András. Többször nem tesz, hogy ilyen kevés falusi látogatja a strandot. Ön hogy gondolja, hogy érdemes ezzel változtatni? Változtatná-e? És igen, akkor ugyan? Mindenképpen változtatni. Tehát amikor a pályázatomban írtam, hogy én például a közvéleménykutatás, vagy a szociológiai, szociometriai felmérést azt szeretném általános iskolás gyerekekkel csinálni, tehát diákokkal, nyolcadikosokkal egy szakkör formájában. Mert ez egyrészt azt jelenti, hogy őket is közelebb visszük, mint a lakóknak a gyerekeit ehhez a problémához, és akkor bevonzani például a felnőtteket, illetve azt is tudom, beszélgetve azokkal a családokkal, akik odahordják a gyereküket, hogy ők miért nem mennek oda, ezek alapvetően a tisztasággal függnek össze, szagokkal függnek össze, meg ezekkel a kerti dolgokkal, valamint a fogyasztással, a büférendszerrel, meg egyebekkel. De azt gondolom, hogy ezeket elég könnyen lehetne módosítani, tehát hogy ezen változtatni. Én biztos, hogy Berlin nagyon tetszik nekem a költészek napján, hogy itt ott, ott versek vannak, és ezeket bevinni egyébként a strandra is, tehát sokkal inkább egy ilyen kulturális dolgot is bevinnék, és csinálnék ilyen tematikus napokat. Tehát amikor
nem baj, ha valaki nem van öken alkatú. Mert azt gondolom, hogy az is szerepet játszik a stranglítény bevételére, hogy sokan egy bizonyos idő után nem merik magukat megmutatni adott esetben. De hát ez most nagyon nem mennék bele. Tehát, ezeken gondolkodva. Igen, egy másik. Hogy a gyógyászatról gyógyvízről nem tettem lépést most legalábbis. Ezzel kapcsolatosan van-e valami elképzelés, vagy valami vezetőzője? Ez a gyógyvíz nagyon értékes, tehát erről már beszéltünk, és éppen ezért nagyon értékes a kútnak a biztonságos üzemeltetése. Én azt gondolom, hogy a gyógyturizmusnak ez lehet állomása, jelentősebb állomása, és az OEP-től is minden bizonnyal lehet ehhez forrást kérni, vagy ilyen beutaló jegyeket, vagy. Tehát ilyenekre gondolok, vagy a masszírozással kapcsolatban, hogy a különböző terápiáknak a megvalósítására lehet megadomázásokat szerezni, és ezzel növelni lehetne az időbevételt. Erre gondol? Kíváncsi, hogy minden mire gondolom. Köszönöm szépen. Képviselőszerű valaki, nem? Laci? Belavics László vagyok. Nekem az jutott eszembe, hogy milyen magas tisztségeket költött be előző helyeken, hogy ez egy nagyon nagy szintváltás. Hogy ebből a régióból hogy fogjon lemenni oda, hogy naponta bemenjen és benézzen a WC-be, a mosdókba, hogy azok megfelelően ki vannak-e tisztítva, végigjárja a gépházat, hogy legyen egy ellenőrzés. Tehát ezt nehezen tudom elképzelni, hogy ennyi sikeres múlt után ön erre a szintre le fog szállni, márpedig jelenleg ahhoz, hogy ez a strand megfelelően működjön, itt egy mindennapos ellenőrzés, vezetői ellenőrzés kell, tehát a napi operatív dolgokat kell megoldani. A másik pedig, nem tudom, hogy jól tudom, de úgy tudom, hogy ezek a reorganizációk ezek privát tőkéből szoktak megvalósulni, nem pedig annak a cégnek a tőkéjéből valósult meg, akit helyre kellett hozni. Márpedig len, itt azt hiszem egyértelműen elhangzott, hogy ez a falu tulajdonilag ragaszkodik ehhez a fürdőhöz, és nem szeretne más tulajdonost látni. Köszönöm. Vetődött benne a más tulajdonos kérdése, tehát ez valószínűleg ilyen vakvárány lehet, vagy félreérthető voltam valamikor. Az én életemben is voltak ilyen hullámvölgyek, tehát én nem mindig voltam magasan, de én sütőlemezt is pucoltam, meg vécét is pucoltam, mert a pék nem tudtam lenni. Véget fel kellett venni a sütőipari vállalkozást, ezeket meg én is meg tudtam csinálni. Tehát tőlem nem idegen ez a dolog, ezzel együtt nem tervezem, hogy WC-t fog pucolni, de meg kell, hogy mondjam, hogyha olyan körülmények vannak, még azt is el tudom képzelni a vállalkozás sikere érdekében. Én azt gondolom, hogy én ennyi idős vagyok, 58 éves. Én azt gondolom, mert megengedhetem magamnak, hogy a környezetembe keresek egy olyan munkát, ami engem kielégít és örömmel tölt el. És a pályázatomban azt írtam, hogy ez nekem örömet okozna ennek a feladatnak a megoldása. Mert azt gondolom, hogy ezt meg tudom csinálni. Úgy tudom megcsinálni, hogy maguknak is jó legyen, meg nekem is jó legyen. Majd ezért. Gyula? Én Kövécsökben Farkas Gyula képviselő vagyok. Szeretném megkérdezni, itt több pályázónál is fölmerült annak a kérdése, hogy hogyan szeretné a humán gazdálkodást végezni a standon. Rákérdeznék itt konkrétan arra, hogy egyetérte azzal, hogy gyakorlatilag szinte minden tevékenység ki van szervezve a stand állományából, illetve az igazgatásból. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ezt ismételt kérdés, mert a bizottság ezt a kérdést feltette. Mert egyfelől a minden kiszervezés mögött van egy racionális döntés, hogy olcsó. Tehát akkor, amikor egy vezetőnek költséget kell csökkenteni, akkor bizonyos tevékenység kiszervezése költségmegtakarítást jelent. Ezt önök elvárják, mint a tulajdonokban lévő társaságtól, hiszen így tud nyereséges lenni. Ez azzal járhat, hogy ezért a megbízási díjért, ezért a vállalkozási szerződésért bizonyos emberek nem mehetnek vannak foglalkoztatva. Ez tud lenni egy etikai probléma. Két vállalkozás között van egy szerződés, akkor én, mint ügyvezető, aki megkötöttem a szerződést a kiszervezett kiszervezésre, nem szólhatok bele annak a cégnek a működésébe,
egyeztethetek az ügyvezetőjével, hogy milyen anomáliákat tapasztaltam, és azt hogy tudjuk megoldani. Tehát ez az én módszerem, amiben gondolkodom ilyen esetben. A másik, hogy azokat az embereket ugyanakkor jó lenne motiválni arra, hogy sajátjuknak tartsák a strandot, a fürdőt, és hozzájáruljanak a színvonalas szolgáltatáshoz. Kedvesen viselkedjenek az emberekkel, ők is figyeljenek a tisztaságra, figyeljenek a vagyonvédelemre. Azt gondolom, hogy ezt meg lehet csinálni, mert egyrészt egy képzés, egy odafigyelés, egy dicséret, egy egyéni érdekeltségi rendszerrel át lehet hidalni. Így össze lehet kötni ezt az ügyet akkor is, ha ki van szervezve ez a tevékenység. Tudni kell, hogy a felelősség a foglalkoztatásért most a kiszervezett cég vezetőjénél van. Ha mindenkit behozunk, fürdőmester, takarítót a foglalkoztatottak közé, akkor azoknak a táppénzét, a szabadságát, a felmondási idejét, a munkaruháját, nem tudom, a túlóráját, azt mind az önök 100%-os tulajdonában lévő cégnek kell munkaügyileg, jogszabályilag, minden szempontból állnia. Ez okozhat büntetéseket. Nem tudom, hogy érzik-e, tehát ez egy ilyen vékony jég, ami mozog az a vállalkozó, vagy az az ügyvezető, aki ezt az irányt választja. De miután ennek a konkrét problémáit nem tudom, ezért én most ennél többet nem tudok mondani, tehát elsődlegesen megtartanám ezt a kiszervezést, és a vezetőjével megbeszélném azokat az anomáliákat, amik itt egyébként feljöttek a meghallgatás során is, hogy hogy lehetne ezeket orvosolni. Tehát, hogy azok a dolgozók is jól érezzék magukat. Amit én hozzá tudok tenni, az ő motivációjuk. Köszönöm. János. Pető János vagyok, a bizottságban már találkoztunk, és egy kicsi morbid hasonlattal kezdeném, hogy amikor az ember bemegy egy kórházba, akkor nem nagyon örvendezik neki, hogyha rögtön a boncmester fogadja őt. Mert van egy olyan gyanúja, hogy előbb-utóbb azt szeretné ez az ember, hogy az ő ügyfele legyen. Na most az ön reorganizációs múltjával kapcsolatban jutott ez eszembe, akinek nyilván nagy tapasztalata van, itt el is mondta, láttuk a színes hálót is, hogy ezen a téren. Valószínű a Lányfalu nem nagyon szeretné, hogy ez a strand előbb-utóbb a reorganizáció sorsára jusson, vagyis ilyen téren kelljen vele foglalkozni, de miután önnek ebbe van tapasztalata, ráadásul még azt is említette, hogy kifejezetten fájna önnek, mint lányfalusi adófizető állampolgárnak, hogyha ez a strand esetleg nem egy optimális gazdasági körülmények között működne, teszem azt az önkormányzatnak pénzt kéne beletenni. Meddig tudná elviselni ezt az állapotot, mint strandigazgató a strand élén, hogy nem olyan tevékenységet folytasson, amivel kifejezett cél az, hogy egy céget teljesen gazdaságosan működő, optimálisan eredményeket elérő, reorganizált tevékenységet folytató vállalat legyen. Vagyis érez magába arra erőt, hogy egy kicsit el tudjon szakadni ettől a nagyon sok évtizedes tapasztalatáról, ami miatt tulajdonképpen itt van, és amire eddig hivatkozott. Én azt gondolom, hogy a reorganizáció fogalmat célszerű tisztázni. A reorganizáció az egy kilábalás, újrakezdés. Tehát a reorganizáció során nem az volt a feladatom, hogy tegyen tönkre a vállalkozásokat, hanem hogy a tönkrement vállalkozásoknak keressek új utakat. Én azt gondolom, hogy én ezt csináltam. Tehát én nekem most itt azt gondolom az a feladatom, hogy ebben a helyzetben valamiért itt megrekedt strandfürdőnek egy jobb pályát csináljak. Nem tudom, hogy szerintem komoly félreértés van közöttünk a reorganizáció fogalmát illetően. Akkor, hogyha befejezte, akkor kiegészíteném, ha megengedi a... Természetesen nem erre gondoltam, hogy nem az lenne a célja bármelyik igazgatónak, hogy ezt a strandot jobb pályára állítsa, hanem egyszerűen az volt a kérdésemnek a lényege, hogy mint lányfalusi lakos és aki adófizető, és látja, hogy ez a strand tőkebevonás nélkül nem működhet,
viszont azt is mondta, hogy Leányfalutól, mint településtől nem szeretné, hogyha tőkét kéne bevonni, akkor honnan szeretné a tőkét bevonni? És nem szeretne a tulajdonosi szerkezeten esetleg változtatni? Először is a tulajdonosi szerkezeten történő változtatás nincs a hatáskörömben. Tehát ez önkormányzati tulajdon. Mint javaslat? Még javaslatként sem. Tehát semmiképpen nem. Az nem igaz, hogy tőkebevonás nélkül lehet fejleszteni a strandot, és nem azt mondtam, hogy az önkormányzatnak adott esetben átmenetileg nem kell hozzájárulni, de azt kölcsönként kell kezelni. Tehát nem tőke átadás, végleges tőke átadás. Most hallás sarokban, mert ez már elhangzott. Istenpád vagyok, ha úgy tetszik, Lányfos hírek. Egy észrevétel lenne meg egy kérdésem. Az észrevétel az, hogy a hölgyet bombázáltok különböző műszaki problémákkal, hogy ott a pillanatnyag a strandnak van egy főmérnöke. Műszaki ember. Ez az észrevétel. A kérdés a hölgyhöz. Itt szóba került ez a kiszervezés. Számomra egy nagy tüske, megmondom őszintén. Mert hogyha ezek a vállalkozásoknak megéri ezeket a dolgozókat működtetni, vagy egy, hogy mondjam, alkalmazni, akkor miért nem ér meg az önkormányzatnak? Ugye van felelőssége nyilvánvalóan az úszómester, stb., de sokkal nehezebben működik a rendszer, mert önnek föl kell hívni az igazgatót, hogy nincs kipucolva a WC, vagy nem tudom mi. Tehát nem értem, egyszerűen ezt magyarázza nekem valahogy meg, hogy miért nem jó, hogyha az önkormányzat vagy a KFT alkalmazza a dolgozókat, és nem egy, nem tudom, hányadik vállalkozás. Köszönöm. Meg kell mondjam, hogy ez már terülő vallomás is lehet erre a válaszom, mert hogy sajnos az esetek 99%-ában a kiszervezett ügyleteket szabálytalanul tudjuk teljesíteni. Na most, ha ezt ide behozzuk, 100%-os önkormányzati tulajdon miatt, nem fogjuk szabálytalanul működtetni, és ez pedig jelentős többletköltséget jelent. Ezt kell látni. Legalább a polgár sincs mondjuk, mert mindig így gondolom, hogy nem az egyesített választom, akkor hol fogunk meg tudni. Kiszervezett. Szóval ez tulajdonosnak a sara. Szerintem ebben nem ennyi, mert mi ilyen. Nem Úr. Igen, kicsit megelőzött ez a válasz, de azért megkérdezem, nem tudtam, hogy ezt annak van főmérnöke, hogy nem. A műszaki döntés előkészítési feladatokban, ha nincsen műszaki rálátása a dolgokra, hogy tudja elérni azt, hogy ne legyen ön megvezetve, vagy ne kerüljen rossz döntésre sor. Ugye a strand üzemeltetése nagyon nagy részben műszaki feladatokat igényel, tevékenységi, pénzügyileg rendkívül sok minden elhangzott, viszont gazdaságosan kell üzemeltetni, ide kell hozni a vendégeket, stb. De a műszaki döntések kérdéseiben nem hallatszott el is semmit tulajdonképpen. Hogyha a strandnak van műszaki vezetője, igen, és egy-egy beruházásoknál műszaki szakértők, amit már ott tartunk egyébként, ha bármilyen műszaki eszköz, beruházási eszközt megrendelünk, már maga az eszköz gyártó biztosít műszaki szakembereket, sőt, hogyha meghívásos pályázaton tesszük, akkor 2, 3, 4, 5 beruházási szállító is ad műszaki szakembert, akit versenyeztethetünk a szakvéleménnyel. Tehát egész egyszerűen én ezt nem látom problémának, mert a műszaki vezető pontosan meg tudja mondani, hogy mi az a tudáshiány, amire adott esetben arra a beruházásra vagy fejlesztésre megbízási szerződéssel valakit foglalkoztatni kell. Tehát nekem az a feladatom, hogy ezt kooperáljam, ennek a logisztikáját megcsináljam. Ez a menedzseri feladat. De hogyha azt gondolja, hogy én nekem olajos kézzel kéne mászkálni... Szó sincs erről. Jó, tulajdonképpen erre egy válasz az, hogy ez az első kiírás volt az, és korábban is ugye benne voltam a kezdületben, amelyben a műszaki szerepel. Egyetlen egy korábbi van, mint bele se lett téve, mindig gazdasági kiírás volt, mindig. Ami nem volt helytelen, és ugye ezt a kérdést, ez bennem is felmerül, miután én is mérnök vagyok, és én azt gondolnám, hogy én is jobban örülnék, hogyha némi műszaki vénája is lenne. Tehát nem tudok el mit válaszolni, a korábbi kiállásokban az egyikében sem szerepelt, még az Attila előtt, vagy sőt az Attila kiírásában sem, amikor az Attila nyert, hogy nem gazdasági, és műszaki keresőben is volt benne.
ez az első kiírás, amiben szerepelt. Egyetlen a lehetősége meg volt adva, hogy ne csak pénzügy és közgazdász vagy jogász pályára. Én azt kérdezném, ugye, hogy mondta, hogy 58 éves, hát nem lehet volna illegék ezt kimondani, hogy kimondta, akkor kimondom. Ugye, és hát a 40 éve is megvan. Tehát elvileg nyugdíjban mehetne. Igen, csak nincs kedve keresztbe rakni a lábamat. Jó, hát ezt is megértettük, az előző kihívást is megértettük, de azért fölmerül a dolog, hogy ugye ez a megbízás, ez 2020-ig szól, hogy vajon, ugye, nem szeretnénk azt, hogy különösen még az én ciklusomban újból igazgatót kell keresni, mert igen sok hajszálon kiúlott már ettől. Én ugye ezt vállalni tudom, 4 évre szól a megbízás, és ezt vállalom. És el tudom kezdeni a munkát, mert betűzhetik-e okán, ez kérdés volt. Nem tervezem, hogy nyugdíjba megyek, ez így csikmánozza természetesen az ember fantáziáját, különösen akkor, ha fönnállhatanak a veszélyt, hogy ezt eltörlik. De ezt a kockázatot bevállalom. Az abszurdum azt is, hogy mondjuk a szerződésében valami szankcióval sújtjuk, hogyha elmegy nyugdíjba. Sújtsak! Ha meghalsz közben, akkor meg véged van. Hát, na, akkor az a mennyesben. Jó. Jelzálogot akkor a rázsadat meghalok. Nem ilyenek gondoltam. Valaki? Egyébként nem akarom elkomolytalankodni a műszaki kérdést, nem akarom elkomolytalankodni. Több beruházás, fejlesztésben volt részem, ahol műszaki problémát kellett megoldani. Műszaki szakemberekkel vitatkoztam. Volt olyan, hogy pont az én statisztikai kutatás alapján vertem meg a műszaki szakembereket érvanyaggal, és lett igazam. Tehát nem félek én a műszaki problémáktól. Nem én fogom tervezni, és nem én fogom szerelni. Hát ha nincs semmi, akkor köszönjük, és akkor hamarosan jön a döntés. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ja, mit kell utána? Ja, bocsánat! Nagyon volt találkozni. Úgy legyen. Akkor még úgy, hogy felmerült itt az Andrásból, hogy ha még valaki képviselő itt most sok szem között a meghallgatottak, nincsenek itt, valamilyen kérdést szeretne tisztázni, akkor most még megvan a lehetősége. És akkor a... Jó? Ez nekünk. Nekcsek, igen. De hát ők mit tisztázanak már? Oké. Okay. Csak úgy volt, mindent tisztázni, most mit kéne? Oké, szeretnék kérdezni egyet, és akkor abból ki derülni, hogy mire vonatkozik. Elnézést. Köszönöm. Németh Tibor vagyok. Igazából lehet, hogy nem árulok el nagy titkot, valószínűleg sokan tudják, hogy óriási lehetőség felé közeledik akár Leányfalu is, mert hatalmas pályázati pénzek vonatkoznak nem soká erre a területre is. Az azt jelenti, hogy a Leányfalu termálfürdő is részesülhet, ha egy kellően alkalmas és felkészült vezetés van az élén. Na most én úgy gondolom, hogy ilyen jolit nem szabadnak kihagyni, és önöknek nagyon nagy felelősségük van, hogy olyan vezetőt válasszanak, aki tudja ezt képviselni. És hogy miért mondom ezt, és mindjárt érdekes is lesz, hát azért, mert én úgy gondolom, hogy önöket nem azért választották meg, hogy titkosan szavazzanak, hanem azért választották meg, hogy vállalják az arcukat, vállalják a döntéseiket. És én nem értem, egyáltalán nem értem azt, hogy amikor az elején megszavazták ezt a titkos szavazást, és ahogy a Pepe elmondta, hogy ő vállalja a véleményét. Nem értem, hogy a többi képviselő miért nem vállalja a véleményét. Miért nem meri nyíltan megmondani azoknak, bárkinek, a tévének a szemébe, hogy én miért döntöttem így. Mikor óriási lehetőségek előtt áll Leányfalu, a termálfürdő és Leányfalu. És én ezt akartam csak elmondani, nem vonatkozott a meghallgatottakra ez a kérdés, vagyis hát vonatkozik, de önöknek címzem elsősorban ezt. Köszönöm szépen. Igen? És még egy, én is egyetértek ezzel, és ne lehessen tartózkodni. Tehát akik itt vannak, azok felelősséggel. Igen, azért lettek megválasztani. No, csak ez eléggé szomorú, hogy valaki képviseli a falut, és nem meri vállalni a véleményét. Tehát ez a becsapása a választó polgároknak. Én meg fogom mondani, hogy szavazok, ha mindenkinek joga van megmondani a legnagyobb.
szavazzál. Tehát semmilyen probléma nincs. Akkor meg nem kell nincs. Akkor meg nem kell nincs. Akkor nem kell nincs. Akkor nem kell nincs. De ezt meg lehet változtatni. Meg lehet változtatni. Nem fogjuk meg változtatni. Mindenki meg fogja mondani, aki akarja, hogy hogy szavazni. Ennyi. Kész. Nem, ezt meg elfogadták a megoldást. Nem lehet megváltoztatni, de mindenki. Hát ez furcsa az élet. Egész jó felvenni. Nem csak maguk fogunk. Pillanatnyi kiszívódába. A bizottsági ülésen meglepő módon mindenki azt akarta, én köszönöm. Igen. Bocsánat, elnézést kérek. Több mint valószínű, hogy ez az egész azért alakult így, mert amikor a 9 fős bizottságnál javasoltuk, hogy mindenki mondja nyíltan, hogy milyen erős sorrendet állítana fel. Pont azok az emberek javasolták a titkos szavazást, aki most nyílt szavazást kér. Úgyhogy több mint valószínű, hogy ennek köszönhető. De bármelyiküknek elmondom én is, hogyha leszavaztam, hogy kire szavaztam. És azt fogom elmondani, amit be fogok x-elni. Köszönöm, de a Kószféle ügynél rossz a tapasztalatom, és azért mondtam ezt el, mert ott tartózkodtak talán önök. Igen, voltak. Volt több szavazás, volt, ahol én is tartózkodtam. Igen, így van. Így van. Jó tanulmányt. Jó. Na, akkor ha nincs semmi, akkor... Köszönöm. Most marad a... Mi arra? Ja, marad a mindenki. Kiosztjuk a lapokat, megírjuk mindenki. Aki akarja, elmondhatja. Legutoljára hozzászólok, én a 95%-hoz tartozok, aki Szentendre Leányfalu határától járok a fürdőbe, az egyik stábgaszt vagyok, és ilyen értelemben sem szavazati jogom nincsen, valamit konyítok hozzá közgazdászok képzettségem. Most már nyugdíjas vagyok. Aztán, amikor elmúltam 70 éves, akkor azóta őszintében merek beszélni, mert úgy gondolom, hogy már megengedhetem magamnak. Én meghallgattam ezt a szerteágazó, részletekbe menő kérdezősködést. Sajnos az volt a tapasztalatom, hogy a kérdés feltevőből tudtam, hogy kinek a pártján van. A kérdés feltevéséből. Ami nem feltétlenül rossz. Tulajdonképpen, ahogy kezdtem, hogy a 3 percben benne maradjak, az összegzésképpen nekem az első pályán az a legszimpatikusabb a fejlesztés szempontjából, vagy amit a Tibor mondott, ugye, hogy a Pest megye meg a főváros szétválik váratlan 17-ben, és akkor az uniós pénzekhez jobban hozzá lehet jutni. Hát, igen, de vannak különböző variációk. Köszönöm szépen. Köszönjük, kérdékel. Köszönjük, Ildikó. 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 Jó, bedobom én. Csak annyi van, hogy akkor kiszedik. És akkor kiszedik. Milyen sorrendben gondolom kiszedek? Jó, legyen. Oda miért te mondtad? Pács, dob belé. Bedobom, igen. Én Zsura Zoltánra szavaztam, és elhárítom minden felelősséget, amely Cserh Erzsébet igazgatóságára fog állni. Ezt televízióban mondom. Még így csinálni. Nyugodtan beléget mindenki. Ez a szavazás bezárul. Cserh Erzsébet 5 szavazatot kapott Zsura Zoltán. 2-t és Kovács Attila nem kapott szavazatot. Tehát hirdetjük, hogy Cserh Erzsébet lett a Demáfüldő igazgatója. Köszönjük szépen. És Attila kért már korábban szót, hogyha vége a szavazásnak, akkor most... Üdvözlök mindenkit, polgármester úr, képviselőtestület, jelöltek. Igazgatóasszony, gratulálok a megválasztásához, sok sikert, eredményes munkát kívánok. Köszönöm a testületnek, köszönöm a bírálóbizottságnak, és köszönöm a jelölteknek, hogy voltak hajlandók értékes gondolataikat megosztani velünk, felkészültek, mindannyian voltak nálam, és akkor ezek szerintem nem volt
rossz szájíze. Na ennyi a hivatalos része. Aztán most néhány gondolatot engedjetek meg nekem ilyen körben. Azt hiszem az egyik az utolsóknak, hogy testtudat ülésen részt veszek, hogy az elmúlt hetek, hónapoknak az eseményeit egy picit megvilágítsa. Többször számon kérték rajtam, hogy nincs a fürdőnek üzleti terve. Valóban nem volt. Volt pénzügyi terve. Többször előjött az, hogy a fürdő nem rendelkezik középtávú koncepcióval. Ez így van, mert én azt a gondolati sémát követtem, hogy a fürdőnek igazából a tulajdonosnak kell a fürdő működtetével együtt kitalálni azt a tervet, ami később utána a megfelelő eszközök a célok kijelölésével végrehajtható. Miért érdekes ez? Azért érdekes ez, mert lehetett volna ennek a fürdőnek üzleti terve, hogyha szolgai módon az Ótai Bence anyagát én átdátumozom, beadom a részletekre, és akkor ki van pipálva ez a dolog. Csak hogy ez sehova nem vitt volna előre. Július közepén, most már nyilvános, július közepén én jeleztem a polgármester úrnak, felügyelőbizottság elnökének, hogy nem kívánok indulni, tehát megerősítem a Jánosnak az első szavait, az én saját döntésem volt, hogy nem kívántam ebben tovább részt vállalni. Vele együtt, nagyjából ugyanebben az időben, jegyzőasszony körbe küldte a régi pályázati kiírásnak a feltételrendszerét, pénzügyi bizottságnak, testületnek, ötleteljenek rajta, próbáljanak meg valami előremutatót, valami változtatást eszközölni, hogy a következő 4 évben milyen módon kerüljön megválasztásra az új vezető. És ez nagyon-nagyon szépen egybecsengett azzal, amit a Tibor is említett, hiszen júliusban elfogadták azt a 80 milliárd forintot, amit Pest megyének Budapest kivételével a 12 választókerületre nagyjából lineárisan megszavaztak, hogy 16 és 20 között ezek a fejlesztési források rendelkezésre fognak állni. És én úgy gondoltam, hogy ezek már kellő erőt és energiát adnak a testületnek arra, hogy végre deklarálja a fürdővel való céljait, végre az elképzeléseihez olyan személyt tudjon választani, ami utána azt képes végrehajtani. Tehát én úgy gondoltam, hogy a pályázat, ezért voltam kíváncsi a pályázatnak a kiírására, a történetére, tényleg kíváncsi váltett ez az egész, hogy a célokhoz rendeljük az embert. És megint elkövetkezett az a pillanat, ahogy 7 éve is, meg 4 éve is, hogy nem. Nem. Kiválasztottunk valakit. Nagyon jó. És remélem, hogy sikeresen fog működni. De nem ez volt a lényeg. Megint ott tartunk, ahol eddig tartottunk, hogy sajnos, és elő lehet venni 2010-től nagyjából, mióta elkezdtük az anyagokat a felügyelőbizottság elé tenni, önkormányzat elé tenni, ott vannak az anyagok, amik a feladatokat számszerűsítik, leírják, amihez testületi tulajdonosi döntésre van szükség. Nem jutottunk ezekben előrébb. Tehát azt kell mondanom, hogy az egyes képviselők, az egyes, akár a pénzügyi bizottságot is mondhatom, igen, rendelkeznek ismeretekkel a fürdővel, fürdőről. Mégis azt kell mondanom, a globálisan a fürdő működését nem értitek. Ezt őszintén mondom nektek. Nem értitek. Nem látjátok a veszélyeket, nem látjátok a mostani állapotot, és nem látjátok a lehetőséget. Na most, én úgy gondolom, és igyekszem a 3 percben maradni, hogy ez úgy gondolom, ez lett volna az a kritériumrendszer, ami az ügyvezető választásnál az alap lett volna. Én úgy gondolom, hogy aki látott autót és ült autóba, az nem biztos, hogy autót is tud vezetni. Tehát azt gondolom, hogy egy felkészületlen szervezet, a testület tulajdonképpen egy átgondolatott, szubjektív döntést hozott. Köszönöm szépen, ennyire fel. Már csak egyben reagálni kell a dologra, hogy mit mondjuk végre és mit nem. Ugyanis a testület és a bizottság is foglalkozott, és fölállított egy listát, amit meg szeretünk volna, hogy megvalósuljon belőle. Ebből azért még elég sok kipipálatlan pont. Kicsi kívül nem fantazmagóriákat, hanem tényszerű dolgokat próbáltunk elérni, és ebből azért akar még egy pár pont, ami most kipipálva. Tehát ez nem lehet mondani, hogy a testület nem foglalkozott, a bizottság nem foglalkozott, hogy mit szeretne, de ugye nem rugaszkodott el a... Én ezerszer elmondtam, mert én ugye korábban is ez felmerült már, hogy mindig a testületnek kell meghatározni, hogy mit szeretne. Igen, a testület azt szeretné, és röviden megfogalmazható, hogy az a termálfürdő jól működjön, és ne kerüljön az önkormányzatnak pénzébe. Ezt szeretné a testület. Mindig is ezt szerette volna. És ez pontosan elég megfogalmazni.
ennél többet nem kell. És amiket megfogalmaztunk pontokat, most te hagyják valamit fel, kerítésépítés, vagy gáztalanító, vagy mérőóra, ebből a világon semmi sem valósult meg. Tehát most akkor, ha ilyen picinke dolgokban nem tudtunk zöldágra vergődni, akkor most miről beszélünk, hogy most milyen hatalmas elveket kellett volna felállítani. Igen, mióta én vagyok a polgármester, ezt nem mondhatja senki, hogy minden pályázaton nem indultunk el, és nem próbáltunk meg. A termálfürdővel kapcsolatban semmiféle pályázat nem került. Mellesleg 2020-ban fog megnyílni az újabb keret, és 2020-ban még azt is megkockáztatom, hogy esetleg már unió se lesz. Tehát most erről beszéltünk, hogy 2020 után mekkora hitelek, meg EU-s pénzek fognak beömölni az országba, különösen ide a közép régióba is, miután jele vált a Pest megye, de ez egyáltalán nem biztos. És az még 4 év. Az még 4 év. Jelenleg bármilyen pályázat megjelenik, jelent meg termálfürdős pályázat, rögtön a 5. oldalon ott volt középen nagybetűvel, hogy a közép magyarországi régió nem pályázhat. Ennyi. Tehát azt én mindenképpen megígérhetem, végén vagyok a polgármester, hogy semmiféle olyan pályázat nem fog elmenni a fülünk mellett, ami a termálfürdőre vonatkozik. Mint hogy nem ment el a pályázat, amikor volt lehetőség, hogy esetleg bővítsük a öltözőt. Nem jött össze, sajnos nem nyertünk. De még azt se hagytuk elmondani. Dénes? Én csak annyit szeretnék mondani, hogy még nagyon sokszor az igazság egy része ott van, és az igazság másik része meg ott. Tehát én azt gondolom, hogy a jövőben ugye Attila szavait majd a testületnek, meg a pénzügyi bizottságnak még emésztenie kell. A polgármester úr, javasolnám, hogy tájékozódj a pályázatok ügyében. A 80 milliárdos pályázati forrás nem uniós pénz, a magyar kormány nyújtja Pest megye részére. Ebből 6,5 milliárd van arra a 13 településre, amelyik hatházi úr képvisel. És 17-től megnyílt, hogy megnyílt. Tájékozódj légy szíves. Köszönöm szépen. Köszönjük.